Első ének. Az istenek gyűlése Athéne intelme Telemakoszhoz. Férfiúról szólj nékem, múzsa, ki sokfele bolygott, s hosszan hányódott földulván szent falu Tróját, sok nép városait és eszejárását kitanulta, s tengeren is sok erős gyötrelmet tűrt a szívében, menteni vágyva saját lelkét, társak hazatértét. Csak hogy nem tarthatta meg őket akárhogy akarta, mert önnön buta vétkeikért odavesztek a társak, balgák. Fölfalták Hyperion Éliosznak barmait, és hazatértük napját ő elorozta. Istennő, Zeus lánya, beszélj mi nekünk is ezekből. Hát, aki megmenekült meredek vészből, valamennyi otthon volt, túl háborún és a vizek veszedelmén. Őt egyedül, hitvesre, hazára hiába sóvárgót tartóztatta Kalipszó nimfa, az isteni úrnő barlang öblös ölén, mivel áhította urául. És hogy az esztendők perdültén jött az az év is, melyhez az istenek azt szőtték, hogy visszakerüljön már Itakába, a küzdelmektől nem menekült meg, még a szerettei közt sem. Az Isten mind könyörült már rajta. Poszeidáon egyedül gyűlölte szünetlen isteni hős Odüsszeuszt, valameddig csak haza nem tért. Csak hogy az elment éppen a távoli Aitiópokhoz, ki két részre oszoltan a szélső népe a földnek, s hulló napra tekint egy részük, másik a kelőre, hogy bárány s bika áldozatukból kapja a részét. Ott ült ő, lakomának örülve, s a többiek ekkor mind az olimposzi Zeus palotájában gyülekeztek. És köztük az emberek, istenek apja fogott a beszédbe. Mert gondolt a szívében a gáncstalan Aigisztoszra, kit ledöfött Agamemnon sarja a híres Orestész. Ő rá emlékezze beszélt a haláltalanokhoz. Jaj, csak örökkön az isteneket vádolja az ember. Azt mondják, a csapás mind tőlünk jön, de bizony, hogy ostoba vétkeikért szenvednek a végzeten is túl. Lám Aigisztosz is Atreidész megkért feleségét sorsa fölött elvette, s a visszajövőt meg is ölte, tudta pedig meredek veszedelmét, hisz megüzentük. Argoszolő Hermészt küldtük ki a messzire átót, hogy lenedöfje a hőst, s feleségét meg sose kérje, mert hiszen Atreidészt majd megbosszulja Orestész rögtön, amint fölserdül, s vágyik az otthoni földre. Hermeiász megmondta, de Aigisztosz nem ügyelt rá, bár a tanács jó volt, s most mindért lett lakolása. Így szólt erre az istennő a bagoly szemű Pallas. Ó, mi atyánk, Kronidész, fejedelmek legmagasabbja. Őt nagyon is méltó végzet terítette a földre, bár csak más is ekép pusztulna ki, így cselekednék. Csak hogy a bölcs Odüsszeuszért tépi a szívem a bánat, messze szeretteitől, aki búban tűri a sokkint, hullámvert szigeten, hol a tenger köldöke fekszik. Erdővel borított sziget istennő a lakója, lánya a fondor lelkű Atlasznak, ki a tenger minden mélységét jól ismeri, tartja a roppant oszlopokat, mik a földet, eget széttartva merednek. Ennek a lánya nem engedi most a szegényt, a jajongót, s bűveli folyton lágy hízelgő hangú szavakkal, hogy többé Itakára ne gondoljon. De Odüsszeusz otthon a fölszaladó füstjét bár látni akarja, s halni kíván. S a te kedves szíved, olimposzi, hozzá még most sem hajlik. Hát nem tett néked Odüsszeusz argoszi gályáknál kedvedre az áldozatokkal tágterű Trója alatt? Miért sújtja szívedből eddő, Zeus? Erre a fellegtorla szóló Zeus válaszul így szólt. Lányom, ugyan mi szó szökkent ki fogad kerítésén? Hát tudnám-e feledni az isteni férfit, Odüsszeuszt, őt, ki legelmésebb odalen, legtöbbet is áldoz mindig a tágterű égbe lakó örök isteni népnek? Csak hogy a föld övezője, Poseidon,
Az haragosa szüntelenül, amiért Polifémoszt megvakította isteni Küklopszot, kinek ott legtöbb a hatalma társai közt, s kit a nimfa hozott a világra, Tósza, meddő tengeren úr, Forkusznak a lánya egy öblös barlangban, ki Poseidonnal szerelembe vegyült volt. Akkortól Odüsszeuszt föld rendítője Poseidon el nem emészti, de távol tartja az otthoni földtől. Rajta viszont most itt együtt lejjük meg a módját, hogy juthat haza végre. Poseidon a haragját már tegye félre, hisz egymaga úgysem tud civakodva minden öröklétű istennel szembeszegülni. Így szólt erre az istennő, a bagoly szemű Pallas. Ó, mi atyánk, Kronidész, fejedelmek legmagasabbja, hát ha a boldog olimpusziaknak már ez a kedves, hogy házába a bölcs Odüsszeusz hazatérjen, elérjen, küldjük el akkor az argoszölő Hermészt, a vezérlőt Ogygié szigetére, hogy ott kijelentse azonnal annak a szépvonatú nimfának, biztos a döntés, tűrő lelkű Odüsszeusz már haza kell, hogy eredjen. S én Itakába megyek tüstént, hogy az ő fiú sarját jobban fölrázzam, s a szívét megtöltsem erővel. Hívja a fürtös akhájnépet gyűlésbe, s a házból küldje a kérőket haza mind, akik ott szakadatlan sűrű juhát, s csámpás léptű barmát kaszabolják. Aztán elküldöm Spártába, Pülosz fövenyére, jó apjának jötte felől, hogy hírt tudakoljon, s őt is nagy hír hordozza a földi lakók közt. Így szólt, és gyönyörű saruját talpára csatolta, Ambrósziás aranyos saruját, mely a tengeri úton és a hatalmas földön vitte a szél fuvalattal. Fogta erős gerejét, a hegyes rézzel hegyezettet, súlyos erős nagy láncsáját, melyel leigázza hősök hadsorait, haragossuk, erős atyalánya. Útnak erett, az olimposzi csúcsról alászökkenve, majd Itakába megállt Odüsszeusz kapujának előtte, udvari ház küszöbén, markában a részkelevézzel, mint Mentész, ki barátjuk volt s fejedelme Táfosznak, és a vitéz kérőkre talált tüstént, kik az ajtón kívül kockavetésével szívüket vidították, ültek az ökrök bőre fölött, melyeket maguk öltek, köztük a hírnökök és a serény szolgák raja sürgött voltak, akik keverőkben a bort vízzel vegyítették, mások az asztalokat mosták lukacsos szivacsokkal, és elibüktették, vagy a sok-sok húst szeletelték. Isteni Télemakhosz pillantott rá legelőször, mert ott ült köztük, kedves szívét keserítve, s látta derékapját lelkében, hát ha betoppan még valahonnan, e kérőket szétszórja a házban, s tiszteletet kapán házában uralkodik aztán. Ezt képzelte a kérők közt, s meglátta Athénét. Ment egyenest kapujukhoz, mert bántotta a lelkét, hogy vendége az ajtónál áll hosszan. Elé állt, megfogván jobbját, átvette az érchegyű dárdát, és őt megszólítva, ilyen szárnyas szavakat szólt. Üdvözlégy, idegen! Szívesen fogadunk. Legelőször védj lakománkban részt, azután mondd el, mi a célod. Így szólt, és bevezette. Athéné ment a nyomában, és amikor bent voltak már a magas palotában, mennyezetig meredő oszlophoz tette a dárdát, szépre gyalult kelevés tartó közepébe, ahol már tűrő lelkű Odüsszeusz sok dárdája is állott, székre leültetvén terített szőttest is a székre, mesteri műre, amelynek láptól zsámoja is volt. S vitte saját faragott székét oda, távol az összes kérőktől, hogy a vendéget ne zavarja a lárma, s meg ne elégeljen sok döjfös közt lakomázni, és hogy messze szakadt apjáról kérdeni tudja. Hozta a szolgaleánya vizet, s öntötte kezükre. Szép színarany kancsót az ezüst tálkába ürítve, hogy kezüket mossák, s a gyalult asztalt odatolta. Majd meg a tisztes gazdasszony közébük kenyeret vitt, és sok jó eledelt, s ami volt,
osztotta örömmel. Mindenfajta húsokból vitt pecsenyét a húsosztó, tálat emelves, aranypoharat tett mindjük elébe, stöltögető hírnök lépdelt szaporán közelükbe. S most a vitéz kérők jöttek befelé. Azután meg széken, karszéken, sorban mind letelepedtek, hírnökök öblítővizet öntöttek kezeikre, szolgálók kenyeret raktak kosarakba tetézve, s minden borkeverőt peremig töltöttek az ifjak. S ők kirakott kész étkek után kezüket kivetették, majd miután elverték végül az éhet, a szomjat, akkor a kérőknek más gond kélt már a szívükben, énekszó és tánc, mely a víg lakomák koronája. Hát gyönyörű kitárát helyezett a kezébe a hírnök Fémiosznak, a kérők kényszerű énekesének. Ő meg a hurbakapocs kezdett is zengeni szépen, Stélemakosz megszólított a bagoly szemű Pallaszt, hozzáhajtva fejét, hogy a többi ne értse, amit mond. Jó idegen, mondd, megharagudsz-e, hogyha kimondom. Látod, ezeknek egyéb gondjuk sincs. Lancsava s ének. Könnyű nekik, hisz a más vagyonát bosszulatlan emészt is, néki fehér csontját valahol rothasztja a zápor, míg a mezőn fekszik, vagy a vízben hányja a hullám. És csak látnák őt, hogy még hazatér Itakába, mindegyikük jobban sóvárgana, fürge inakra, mint bőségre, aranyra, s a nagyszerű öltözetekre. Csak hogy a rossz sors őt bizony elveszítette, nekünk sincs már vígaszunk. Ha beszél is egymás földi halandó, hogy megjön, hazatértének már napja enyészett. Most pedig áruld el nekem azt, és szólj egyenes szót, honnan jössz te, ki vagy? Hol a városod és a szülőid? Mi bárkán jöttél ide, és Itakába hajósok hogy hoztak? S magukat kiknek vallják, dicsekedve, mert hisz, hogy gyalog érkeztél ide, vélve se vélném. S mondd nekem azt is el őszintén, hadd tudjam egészen. Most legelőször jössz hozzánk, vagy az édesapámnak voltál már vendége, hiszen jártak palotánkban jó sokan, és ő is forgott házába sokaknak. Mondta az istennő ismét a bagoly szemű Pallasz. Mindezeket neked én megmondom igaz szavaimmal. Harcias Ankiáloszt vallom dicsekedve apámnak, és a nevem Mentész, evező Stafoszon vagyok én, úr. S most ide érkeztem bárkámon az embereimmel, borszínű tengeren át idegen szavú néphez utazva, mert Temesszába megyek rézért ragyogó vasat adni. Bárkám meg kint áll, várostól távol a parton, Rejtron öbölben, az erdős lombos Néjon alján. S vendégi barátoknak valljuk mi magunkat, még az apákról. Csak kérd meg, ha kívánod az akhőst, Laertést, akiről mondják, hogy már soha nem jön városotokba, de messzi tanyáján tűri a sok bajt vén szolgálójával, elébe ki étket, italt rak mindig, hogyha a fáradtság megszállja a testét, míg viruló szöllős ligetében csúszva botorkál. Most idejöttem, mert mondták, már itthon időzik édesapád, de talán elzárja egy Isten az útját, mert nem halt meg a földön az isteni fényes Odysseus, él, de körülveszi őt valamerre a tágterű tenger hullámvert szigeten, s vad férfiak őrzik erősen, harciasak, kik az elvágyódót el nem eresztik. És most neked én kijelentem a jó szót, mit kebelembe vetnek az égi lakók, s amiről hiszem is, hogy igaz lesz, bár jós nem vagyok, és madarakhoz nem sokat értek. Nem marad ő már hosszan a hőnszeretett honiföldtől messze, de még úgy sem, ha kemény vas nyűge nyűgözné, majd kitalálja, hogyan jöjjön haza, hisz leleményes. Most pedig áruld el nekem azt, és szólj egyenes szót. Néki magának, Odysseusnak szép szálfia volnál, mert a fejed formája s a szép szemed annyira rával, és sűrűn jártunk egymáshoz az édesapáddal, még mielőtt Trójába elindult, mert a többi legderekabb argív is eredt a nagyobbrű hajókon, attól kezdve apád nem látott, én sem apádat. Erre a jóeszű Télemakhoz neki válaszul így szólt.
Megmondom neked ezt vendég őszinte beszéddel. Édesanyám őt mondja apámnak. Nem tudom én azt, hisz még senki se tudta, miképpen esett születése. Bár valamely boldog bajnoknak gyermeke volnék itt magabirtoka közt palotáján ér az öregkor, ám ki a legnyomorultabb sorsú földi halandó, én attól vagyok, azt mondják, ha föladtad a kérdést. Mondta az istennő ismét a bagoly szemű Pallas. Lásd, nem akarták, hogy törzsed jó híre kivesszen. Isteneink, ha ilyennek szült meg, Pénelopeia. Most pedig áruld el nekem azt, és szólj egyenes szót, miért lakomáznak ilyen sokan itt? Mire jó neked ez, mondd, tar, menyegző? Nem látszik társas lakomának, jajben nagyon gőggel döjfel látszik lakomázni szerte a házban mind. Felgyúlna haragja e roppant sok csúfságra a józannak, ki körükbe vetődnék. Erre a jóeszű Télémakhosz neki válaszul így szólt. Haldidegen, mivel ezt kérdezted, s tudni kívánod. Egykor a ház úgy volt, hogy dús és tündökölő lesz, míg az a férfiú itthon időzve a népe között élt. Más döntöttek az istenek immár rosszat akarva. Elrejtették őt jobban, mint bármelyik embert eddig, mert hisz a holtért ennyire nem keseregnék. Trója alatt, ha a társai közt hult volna csatában, vagy ha szerettei karjai közt harcát befejezvén, mert neki halmot emeltek volna az összes akhályok, s ő nagy szerzett hírt hagyhatna fiának örökbe. Ám de a szélviharok tovahorták dicstelen innen. Eltűnt nyomtalanul, hírevesztve, s a jajt meg a gondot hagyta nekem. S nem is őt síratom, csak ilyen keseregve, mert az olümposziak más bajjal is elborítottak. Mert két a szomszédos szigetek csak körben uralnak, Dulikion, Számé, s erdő borította Zakynthosz és Sziklás Itakának ahány fejedelme akad még, mind az anyámnak kéri kezét, s fölemészti a házam. Ő meg a gyűlöletes nászt nem veti el, de nem is tud dönteni végképpen, s ez alatt palotámat a kérők mind föleszik, s engem magam is még szerte szakítnak. Fölgerjedve ekép szólt hozzá Pallas Athéné. Jaj, látom, nagyon is szükség van a messzevetődött hősre, hogy ő a pimasz kérőkre kezét fölemelje. Mert ha ma állna meg ő palotát külső kapujában, rajta a pajzsas isak, s a kezében két kelevézes volna, olyan most, mint amilyennek láttam először házunkban, mikor ott borozott, mulatott a körünkben, megtérvén Efűrából, Ílosz mermeridésztől, mert Odüsszeusz elment oda is, gyorsröptű hajóján, emberölő mérget keresett, hogy vélemikor kell, érsznyilait kenhesse be, ám nem adott neki abból Ílosz, igen remegett a haláltalan égi lakóktól. Édesapám meg adott neki, mert kedvelte, kivált kép. Hát kérő, közibé, ha e kép keveredne Odüsszeusz, mind gyors végzetű lenne, keserves nászú azonnal. Csak hogy mindez az isteneink térdén feküszik még, megfizeté nekik ő vagy sem, miután hazaért már termeiben. De te jól gondold át, intelek erre, mind kergethetnéd ki a kérőket palotákból. Rajta jegyezd meg jól, s hallgatva hajolj a szavamra. Hívd holnap gyűlésbe az összes akhály daliákat, mondd ki a szót mindnek, s tanul, hívd isteneinket. Küld el a kérőket, hogy oszoljanak otthonaikba. Édesanyádat meg, ha szívében hajlik a nászra, küld, térjen haza dús apjának terve ölébe, nászát majd elrendezik ott, és kincset is adnak rengeteget, mint a kedves lánnyal küldeni illő. Téged meg nagyon intlek, hogyha hajolsz a szavamra. Védj egy 20 evezős bárkát, de a legkitűnőbbet, s menj tudakod jöttét rég elment édesapádnak. Hát, ha egy ember mond valamit, vagy hallod a hangját Zeusnak, mert a halandók közt ez hordja a nagy hírt. Menj Pűloszig legelőbb, s kérd ott meg az isteni Nestort, majd azután Spártában a szőkehajú Menelauszt,
mert ércinges akhályok közt ő jött meg utolszor. És ha talán hallod, hogy apád él, és hazakészül, akkor egy esztendőt még tűri, bármennyire örlődsz. Ám de ha azt hallod, hogy meghalt, s nincsen apád már, akkor, amint megjössz szeretett földjére hazádnak, sírhalmot magasíts, és tisztelet áldozatot vágsz rajta sokat, mint illik. Anyád meg férjhez adod majd. Hogyha pedig mindezt megtetted, végbe vihetted, jól gondold, akkor meg a lelkedben s a szívedben, mint ölhesd meg a kérőket a palotádnak ölében, csellel, akár vagy nyíltan, mert nem kell soha többé gyermekmódjára viselkedned, már nem vagy olyan csöpp. Vagy sose hallottad, mi hírt nyert fényes Orestész mind a halandók közt, amiért bosszút állva megölte Aigisztoszt, a ravaszt, ki ledöfte dicső nevű apját. Hát te, fiam, szintén látom, deli termetű is vagy. Légy oly hős, hogy a majdaniak dicsérjenek érte. Én meg elindulok innen azonnal a fürge hajóhoz és követőimhez, mert tán oda már a türelmük. Ám te ügyelj és tedd, ami kell, hallgassa szavamra. Erre a jóeszű Telemakhosz neki válaszul így szólt. Úgy szóltál, vendég, mindenről jó akarattal, mint apa szól a fiához. A szót soha nem feledem már. Ám de maradj még itt, bármint sürgődsz is az útra, hogy fürdőt védj, és kedves szívedet felüdítve, drága ajándékkal térhes örömödre hajóthoz, egy nagyon is széppel, mely eszedbe idéz a lakodban, és mint amilyen szeretett vendégnek a drága barát ad. Így szólt erre az istennő, a bagoly szemű Pallas. Most ne marasztalj már. Áhítozom útnak eredni. Azt az ajándékot, mit nékem szánt ma a szíved, add nekem át, ha megint jövök, és én elviszem akkor. Védj ki nagyon szépet, s méltó lesz majd a viszonzás. Így szólt, s útnak eredt a bagoly szemű Pallas Athéné. Elkiröpült valamint a madár, s a fiú kebelébe merszett erőt helyezett, és emlékébe az apját még inkább fölidézte. Emez meg eszébe fogadván ámult lelkében, mert megsejtette, hogy Isten, és ekkor a kérőkhöz ment nyomban az isteni férfi. Szélesírű dalos dala szólt, ott ültek a kérők csöndben, amaz meg zengte akháj daliák hazatértét gyászost, mit Trójából rendelt Pallas Athéné. Meghallotta az isteni énekszót odaföntről Ikáriosz lánysarja, okosszívű Pénelopeja, s asszonyháza magas lépcsőjén szállt le közéjük, nem maga jött egyedül, két szolgaleánya követte. És amidőn kérőihez ért le az isteni asszony, gondos művű tető pillére tövébe megállott, s arca elé csillámló fátylát vonta kezével. Szorgos szolgaleány állt mindkét oldala mellé, könyre fakadt, és így intette az isteni lantost. Fémiosz, oly sok más bűvös dalt tudsz, hiszen úgyis férfiús isteni tettekről, mit hirdet a dallok, abból zeng egyet, míg itt ülsz köztük. A kérők csöndben igyák csak a bort az alatt, s hagyd abba egy gyászos dalt, mely keblemben kedves szívemet szakadatlan gyötriz, én rám szállt a leginkább nem feledő gyász. Mert oly főre kívánkozom és emlékszem örökké, roppant híre, kinek Hellasztól Argoszig ért el. Erre a jóeszű Telemakhosz neki válaszul így szólt. Édesanyám, minek is sajnálod a drága dalostól, hogy gyönyörünkre dalolja, amit csak akar? Nem a dalnok, csak Zeus itt a hibás, aki azt ad a búzafogyasztó földi halandóknak mindig, ami ő neki tetszik. Nem vétek, hogy a hős Danaók balsorsa felől zeng, mert az olyan dalt dicsérik legjobban a népek, mely a legújabbként jár körben a ráfigyelők közt. Csak hallgassa e dalt bátran szíved meg a lelked,
nem maga volt Odysseus egyedül, ki nem ért haza onnan Trója alól, hisz sok más hős is esett el a harcban. Hát a szobádba eredj, s munkáddal foglalatoskodj, rokka legyen gondocsa szövőszék szolgaleánynak osz munkára parancsot, a szó meg a férfiaké lesz, és legelőbb az enyém, aki úr vagyok ebben a házban. Megdöbbenve suhant ismét termébe az asszony, mert a fiú okos intelmét befogadta szívébe. Szolgaleányaival fölső házába vonulva drága uráért sírt, Odysseusért, míg csak az édes álmot nem borította szemhéjára Athéné. Lent meg az árnyas termek ölén zsivajogtak a kérők. Mindből kélt a fohász, hogy mellé ágyba feküdjék. Köztük a jóeszű Telemakhosz kezdett a beszédbe. Édesanyám kérői, ti szörnyen hegyke legények. Csak vigadozzunk most lakomázva, de lárma ne zúgjon, mert igazán így szép hallgatni az így dalos embert, mint ez, hangjával ki hasonlatos isteneinkhez. S majd, ha a hajnal kél, gyűlésbe, ülésre siessünk minnyájan, hogy azon nektek kereken kijelentsem, menjetek el. Másut rendezzetek így lakomákat, s egymástnál a sajátotokat felváltva egyétek. Hogyha meg úgy hiszitek, hogy jobb, és hasznotok is több egy ember vagyonát, ha emésztitek így bosszulatlan, nyírjátok, s örök isteneinkhez az égre kiáltom, vajha csak ezt nektek Zeus egykor visszafizetné, s akkor mind bosszulatlan pusztulnátok a házban. Ezt mondottál. S a kérők mind ajkukba haraptak, bámulták a fiút, hogy mennyire bátor a hangja. S Eupeitész fia Antinoosz neki válaszul így szólt. Telemakhosz, bizonyára az égi lakók tanítottak ennyire nagy dőfel szólnod, s így büszke beszéddel. Lám, végül a vízövezet Itakába királyát téged tesz még Zeus, hiszen ezt igazán örökölnéd. Telemakhosz neki válaszul így szólt. Antinoosz, harag ébred-e benned, hogyha kimondom. Ezt is akarnám én, ha nekem Zeus adja elérni. Vagy te a legrosszabbnak e sorsot tartod a földön? Nem rossz ám, ha uralkodhatsz, hiszen akkor a házad nyomban dúsabb lesz, s jobban tisztelnek a népek. Ám de király az akhályok közt akad épp elegendő, vízövezet Itaké szigetén. Ifjú is, idős is. Úr legyen egy közülük, hisz meghalt fényes Odysseus, ám itt én leszek úr palotámban, s ennek a háznak népe felett, mint nékem szerzett fényes Odysseus. Néki meg Eurymachosz, Polybosz fia válaszul így szólt. Telemakhosz, hiszen isteneink térdén feküszik még, hogy ki legyen fejedelme a vízövezet Itakának. Ám vagyonod bírván, légy úr csak a házadon eztán. Oly ember ne is érkezzék, aki tőled erővel elveszi birtokodat, míg bárki is él Itakában. S most te derék vendégedről vágyom tudakolni, honnan jött ez a férfi? Milyen tájék lakosának vallja magát? Hol a nemzetséges az otthoni földje? Tán valamely hírt hoz hazatérő édesapádról, vagy maga haszna után törekedve került ide hozzánk? Mi hamar ugrott föl s illant tova, és be se várta, hogy mi megismerjük, noha nem tűnt arcra silánynak. Erre a jóeszű Telemakhosz neki válaszul így szólt. Eurymachosz, hisz apámnak már oda van hazatérte, hírnek sem hiszek én többé, ha jön is valahonnan. Jóslatokon sem csüngök már, miket édesanyám a isteni jóst hív házához, tudakolgat örökkön. Még az apákról régi barát, ki Táfoszba van otthon, s harcias Ankiálos sarjának vallja magát ő, mentésznek, s evezőt szerető népnek fejedelme. Így szólt Telemakhosz, de szívében tudta, hogy Isten. Ők pedig ekkor a tánchoz, a vágykeltő daloláshoz fordulván vigadoztak, eképp várták be az estét. És a sötétest őket még mulatozva találta.
Ekkor, mint hazaindult már lepihenni lakába. Stélebakhoz, hol a pompás szép udvar közepében messzire látszón épült hálóterme magasra, arra eredt lefeküdni sokat töprengve eszében. S ment lobogó fáklyákkal előtte a kedves, a szorgos Eurykleia leánya, a Pejszénor fia Opsznak, kit rég Laertész vásárolt még vagyonából kislányként, s 20 ökröt adott érte cserébe, s úgy tisztelt a házban akár kedves feleségét. Ágyában sose járt, félvén felesége haragját, most ez hozta a fáklyát, ő kedvelte leginkább Telemakhoszt, ő is dajkált, amikor kicsi volt még. Ajtót nyitva, remek hálótermébe belépett Telemakhosz, s lehevert, puha ingét is levetette, és a figyelmes lelkű anyó karjára vetette. Ez meg rakta redőkbe az inget, majd kisimítva, szögre akasztva azonnal a fúratos ágy közelében ment ki a hálóból, s az ezüst karikával az ajtót húzta be, és reteszét szíjjal feszítette szorosra. Ő meg egész éjjel gyapjú takaróba takartan, töprengett utazása felől. Mire küldte Athéné? Második ének. Az itakaiak gyűlése, Telemakhosz elutazik. És hogy a rózsásújú hajnal kélt ki a ködből, kélt kerevetjéről Odüsszeusz szeretett fiú sarja, öltönyt öltve hegyes kardját vállára kötötte, majd gyönyörű saruit ragyogó talpára csatolta, s hálóterméből indult ki akárcsak egy isten. És csengőszavú hírnökeit küldötte parancsal, hogy hívják gyűlésbe a fürtös akhájdaliákat. Ők hordták is a hírt, és amazok gyorsan gyülekeztek. Majd mikor egybesereglecs együtt volt valamennyi, ő is a térnek erett markában az érckelevézzel, nem maga ment egyedül, két fürge kutyája követte. Isteni bájt hintett rá ekkor Pallas Athéné, és az egész nép, mi közibük sietett, bámulta. Apja magas trónjára leült, utat adtak a vének. Köztük először a hős Aigyptios állt ki beszélni, vénségtől hajlott hátú és sok tudományú. Mert neki is szeretett fia ment el az isteni hőssel, szép csikajú dús trója alá, a nagyöblű hajókon, dárdás Antifosz. Aszkit a vad küklapsz dühe ölt le barlang öblös ölén, s kerített végső vacsorául. Volt 3 fia még, kérők közepette az egyik, Eurynomos, és 2, ki a jószágára ügyelt még. És még így se felette Amaszt, keseregbe siratta. Érte zokogva beszélt most köztük szónoki szóval. Hallgass rám, itákébeli nép, hallgassa szavamra. Még soha gyűlésünk nem volt mi nekünk sem ülésünk görbehajóin, hogy tova indult, fényes Odüsszeusz. Egybe kihívta ma ezt, kit hajtott erre a kényszer ifjabbak közt, vagy közülük, kik előbb születtetek. Tán valamely hírt hallott, hogy seregünk haza tart már, és most elmondja nekünk, miután ő tudta először, vagy tán más közös ügyről szólít szónoki szóval, úgy hiszem én, nemes ő és áldott, bár csak a nagy Zeus jól véghez vinné, mit az elméjébe kitervel. Szólt, s megörült Odüsszeusz kedves fia ennek a hangnak, és nem is ült ezután hosszan, mert szólani vágyott, állt ki a tér közepére. Kezébe vette a pálcát hírnöke Pejszénor, elmés értője tanácsnak. Ő ezután legelőbb az öreghez szólva ekképp válaszolt. Nincs az a férfiú messze, öreg, meglátod azonnal, hogy ki az összehívó. Ím én, ki a kínban az első. Nem hallottam ugyan hírt, hogy seregünk hazatart már, hogy most elmondjam, miután én tudtam először. Más közös ügyről sem szólok most szónoki szóval, en magam érdeke küld, mert baj hullott a lakomba, 2, elveszítettem apámat, a hőst, aki egykor mindőtök fejedelmes, akár az apátok olyan volt, s most szörnyebb baj is ért,
mely szerte szakítja egészen házamat egy-kettőre, s egész vagyonom fölemészti. Édesanyám kérők kérik, pedig ő nem akarja. Mind e vidék fejedelmeitől született nemes ifjak, s attól mind borzad, hogy eredjen az apja lakába, Ikariushoz, hogy majd szabja ki az hozományát, s kit kedvel végül, neki adja anyám feleségül. Ám a mi házunkban kibejárnak napra nap inkább, ökröket áldoznak, juhokat, hízott gödőjéket, s itt lakomáznak, a lángszínű bort isszák, pazarolják, pusztul a sok jószág, mert már olyan férfiú nincs itt, mint Odüsszeusz volt, hogy tőlünk tova üzze a romlást. Ezt mi bizony most nem tudjuk megtenni, de mindig szánandók maradunk, sosem értők védekezéshez. Én űzném el a bajt, csak volna erőm elegendő, mert ki se tűrheti már, ami itt történik. A házam csúfosan elpusztult. Harag ébredjen szívetekben, s mindez szégyeljétek a szomszéd népek előtt is, kik körül élnek. Az égilakóknak félve haragját vissza ne fordítsák valahogy még rátok a rosszat. Kedvesek, én az olimposzi Zeusra, Témiszre könyörgök, arra, ki szétoszlatt, s székhez hív férfiú gyűlést. Tartóztassátok magatok már, s hagyjatok átkos gyászomban gyötrődve magamra, ha egykor Odüsszeusz bajnok apám meg nem bántott lábvértes akályok benneteket, s most bosszút állni ezért nem akartok rajtam a kérőket buzdítva. De többre mehetnék, hogyha ti ennétek föl egész vagyonom meg a nyájam, mert ha ti ennétek föl, azért térülne fizetség, mert addig járnám be a várost, kérve esengves kincseimet követelve, amíg mind vissza nem adnák. Így meg csak tehetetlen kint vettek kebelembe. Bosszúsan így szólt, és jogarát odavágta a földhöz, könyre fakadva, s a szánalom eltöltötte a népet. S más mindenki csak állt nagy csöndben, senki sem mert ott Telemakosznak súlyos szókkal mondani választ. Csak maga Antinósz szólalt meg, s adta a választ. Féktelem és gőgös szavú Télemakhosz, mi beszéd ez? Minket sértsz vele, ránk kívánsz aggatni szidalmat? Nem mi vagyunk az akháj kérők okozói bajodnak, ám de az édesanyád egyedül, mivel oly nagyon elmés. Mert hisz a harmadik év telt el, s tova már negyedik fut, s ő az akháj keblekben a lelket rászedi folyton. Mindenkit hiteget s ígérget, mindegyikünkhöz küldöncöt küldöz, de a szándék más a szívében. És még mi más cselt is eszelt ki az elméjében. Termeölébe szövőszékét állítva el roppant széken hosszú finom vásznat szőt, s mondta minékünk, kérőim, nemes ifjak, a hős Odüsszeusz oda van már, mégse siettessétek a nászom, amíg csak a leplet nem fejezem be. Szövöt vásznam, hogy kárba ne vesszen, szemfödeléül Laertész hősnek, mikor őt majd hosszúra nyújtó, végveszedelmes sorsa eléri. Megbotránkozván az akhájnők azt ne beszéljék, hogy ki sokat szerzett, most nem jut leple a sírban. Így szólt, édesanyád, hős lelkünk hitt a szavának, és napközben a nagy leplet szövegette is aztán, éjszaka szétfejtette azonban a fákja világnál. Így hitegette a bajnokokat három kerek évig, ám de midőn évszak jött, évszak ment negyedízben, akkor az egyik nő, ki tudott erről, kifecsegte, s megleptük, mikor épp fejtette a szép szövedéket. Kénytelenül befejezte át most, bár nem akarta. Néked a kérők ezt felelik, hogy már magad is tud lelkednek mélyén, s tudják meg az összes akhályok. Küld el anyádat a házból, és mondd, menjen olyanhoz, kit férjeül az apja kiválaszt, és neki tetszik. Ám ha soká ingerkedik így az akhály fiakkal, cselt forgatva szívében, mert ellátta Athéné bőven a szép dolgok tudományával, jeles ésszel és cselek ismeretével, nem hallottuk a régi szép hajfürtű akhálynők közt, hogy tudtak ilyesmit Tűró, Alkméné, vagy a szép koszorújú Mükjéné. Egy se tudott kieszelni olyat, mint Pénelopeja eddig,
mert bizony az, mit most kieszelt, nem is illő. S így csak emésztődik vagyonod, jószágod is addig, míg az anyád szándéka olyan lesz, mint amilyent most tesznek az ő kebelébe az istenek. Ez neki nagy hírt hoz, de neked csak vágyakozást kivesző vagyonodra, mert mi sosem sietünk dolgunkra, sem máshova innen, míg egy akhállyal nem lép nászra, akit maga választ. Erre a jóeszű Telemakosz neki válaszul így szólt. Antinosz, hogy is űzhetném el erővel a házból azt, aki szült s dajkált? Az apám meg távoli földön él, vagy már meghalt, s keserű annyit kifizetnem Ikariosznak, hogyha anyám önként oda küldöm. Apja is én rám hoz csak bajt, és bajt hoz a Daimon, mert ha anyám elmegy, fölidézi az átka rémes bosszú istennőket, az emberek is megszólnak majd, az ilyen szót hát soha én ki nem ejtem a számon. S hogyha ti nektek ezért szívetek mélyen harag ébred, menjetek el, másut rendezzetek ki illakomákat, s egymásnál a sajátotokat felváltva egyétek. Hogyha meg úgy hiszitek, hogy jobb, és hasznotok is több, egy ember vagyonát, ha emésztitek így bosszulatlan, nyírjátok, s örök isteneinkhez az égre kiáltom, vaj, ha csak ezt nektek Zeus egykor visszafizetné, s akkor mind bosszulatlan pusztulnátok a házban. Így szólt Telemakosz. Zeus néki a messzire dörgő sasmadarat küldött kettőt a hegyek tetejéről. És ezek egy darabig csak tétova szálltak a széllel, szétterjesztett szárnyaikon és egymás közelében. Majd, hogy a sokmorajú gyűlés közepére kerültek, örvénylő forgással rázták sűrűn a szárnyuk, és a fejekre lepillantottak, vészt sugaraztak, s egymás arcát és a nyakát megtépve karommal jobb fele házakon át és városokon át tovaszáltak. Megdöbbent az egész sokaság, látván a madárjelt, s töprengett a fölött, ami később teljesedett is. Köztük ilyen szóval szólalt meg az Akhaliterszész, Mastodirídész, hős, mert vének közt leggyelesebb volt látni a jósmadarat, s azt mondani mindig, amit kell. Jó akarom szólalt meg köztük, ilyen szavakat szólt. Hallgass rám, itakébeli nép, hallgass a szavamra. És intve a kérőknek legfőképp mondom e szókat, mert rájuk nagy romlás gördül. Hosszan Odysseus nem lesz messze szeretteitől, de talán közelünkben van valahol, s a halált és véget elülteti nékik mindjüknek. És még sok mást is rossz sors gyötör eztán, messzire látszó szép itakát kik lakjuk. Előbb kell sokkal meggondolnunk, mint csitítsuk el őket. Hát nyughassanak, ők is jobban járnak eképpen. Nem vagyok én járatlan jós, jól tudva javallok, mert Odysseus számára is ím azt teljesedik mind, mit neki megmondtam, mikor Ilion ellen a vízre szálltak az argosziak, s köztük leleményes Odysseus. Mondtam, sok baj után bajtársát mind odavesztve, senki sem ismeri már, 20 esztendőnek utána ér haza, és most látom, ez megy mind teljesedőbe. Eurymachos, Polybosz fia most neki válaszul így szólt. Ej, öreg, indulj csak haza, s otthon a gyermekeidnek jósolgas, nehogy ők gonoszat szenvedjenek egykor. Ám ami itt jósolni való, én jobb vagyok arra. Égi madár sokakad, mely röbdös a napsugarában erre meg arra, de nem mind jelzi a sorsot. Odysseus távoli földön pusztult el, s bár csak vele együtt vesztél volna te is, nem jósolnál nagyokat most, s ennyire ezt a haragvó Telemakhoz sem uszítnád, várva, hogy add házad számára ajándokot istán. Én mondom neked, és úgy lesz, ahogyan kijelentem, hogyha egy ifjabbat, te, ki oly sok régi igét tudsz, így rászedve szavaddal buzdítsz még a haragrát, legelőször is őt kevered csak jobban a bajba, s ő maga semmit nem lesz képes tenni ez ellen. S téged, öreg, bírságra ítélünk, s majd a szívedben búsulsz, míg lerovod,
Súlyos lesz akkor a kínod. Telemachosz pedig itt mindenki előtt magam intem. Anyját már vegye rá, hogy térjen az apja lakába, ott Nászát elrendezik, adnak majd hozományt is, rengeteget, mint a kedves lányjal küldeni illő. Mert én nem hiszem ám, hogy előbb fölhagynak a nyűgös nőkéréssel az ifjú akhályok. Senki se rettent minket, Telemachosz sem, akármi bőszavú lett is. Jóslatokon sem csüngünk, mit te locsogsz, öreg. Úgy sem teljesül az nálunk, s téged csak jobban utálunk. S a vagyon csak emésztődik csúfosan, soha nem jő kárpótlás, míg Pénelopé halogatja közöttünk Nászát. Itt maradunk, és várunk, minden időben versengünk az erényért, sose járva utána másnak, akit közülünk kiki megkérhetne, ahogy kell. Erre a jóeszű Telemachosz neki válaszul így szólt. Eurymachosz, s ti nemes kérők itt, mind valahányan, többé már nem esengek, s erről szót sem is ejtek. Mindezt tudják isteneink meg az összes akhályok, már csak fürge hajót kérek 20 társammal az útra, hogy vizek ösvényen vigyem el, s hozzon haza újra. Elmegyek én innen Spártába, Pülosz fövenyére, rég ellévő édesapám jöttét tudakolni. Hát, ha egy ember mond valamit, vagy hallom a hangját Zeusnak, mert a halandók közt ez hordja a nagy hírt. És ha talán hallom, hogy apám él és hazakészül, bármint őrlődöm, kerek évig tűrni fogok még, ám de ha azt hallom, hogy meghalt, s nincsen apám már, akkor megtérvén szeretett földjére hazámnak, sírhalmot magasítva, s az áldozatot bemutatva rajta sokat, mint illik, anyámat férjhez adom majd. Így szólt, és le is ült. De közöttük szólani fölkelt Mentor, tiszta nevű Odüsszeusznak régi barátja. Az bárkán tovaszállt, s rábízta egészen a házát, hogy tegye itt, mit az agrendels vagyonára vigyázzon. Jó akaron szólalt meg köztük, ilyen szavakat szólt. Hallgass rám, Itakébeli nép! Hallgassa szavamra! Már ne legyen soha jó akaró, nyájas se, szelíd se, egy jogaras vezető se, ne tudja szívében a törvényt, csak legyen indulatos mindig, gonoszul cselekedjék. Mert ki sem emlékszik már az isteni jó Odüsszeuszra népe között, ahol úgy volt úr, mint jószívű apjuk. Én a nemes kérőktől azt igazán nem irigylem, hogy gonosz elmével sok erőszakosat cselekesznek. Csak fejüket kockáztatják, ha fölélik Odüsszeusz házát Dőfükben, és azt mondják, hogy sose tér meg. Én csak a népre haragszom, amiért itt ültök, ahányan vagytok, mint némán, szóval sem kéltek-e néhány kérőt megfékezni, pedig hát számotok is nagy, szólt. S Leokritosz, Euénor fia adta a választ. Bajkeverő Mentor, bolygó eső, mondd, mi beszéd ez? Buzdítasz, hogy minket elűzzenek. Ó, bebajos lesz ésok férfiúval lakomáért vívnod a harcot. Hisz akár Itakéi Odüsszeusz most maga jönne, és a vitéz kérőket, akik lakomáznak a házban, terméből kihajítani kívánná szívében, akkor az asszonya bárhogyan is vágy rá, nem örülne megjöttén. Hisz a csúfos vég érné el azonnal, így sokkal, ha csatát kezd. Nem szólsz úgy, ahogy illik. Most hát dolga után széledjen szét az egész nép, ennek meg Mentor készítsen utat, Saliterszész, kik már apjának hűséges társai voltak, ám de hiszem, hosszan fog még hírt lesve megülni itt Itakán, mert ezt az utat soha nem viszi végbe. Ez volt szózata. Szétoszlatták gyorsan a gyűlést. Szétszélett a tömeg, kikiment házába azonnal, s isteni hős Odüsszeusz házába siettek a kérők. Telemachosz meg a tengerpartra vonult le magában, s ősztengerbe kezet mostván Pallaszhoz esengett. Haj, aki tegnapi istenség palotánkba betértél,
s ködbevesző vizen át bárkával küld a parancsod. Rég ellévő édesapám jöttét tudakolni, hogy menjek. Mindest halogatják, lásd az akhályok, köztük az oly gonoszul gőgös kérők a leginkább. Így esdett. S közelébe került most Pallas Athéné, mentoréhoz volt az alakja, s a hangja hasonló, és őt megszólítva ilyen szárnyas szavakat szólt. Telemachosz, sose lészte se gyáva sem együgyű többé, hogyha van egy csöbbenet apád kitűnő erejéből, mert olyan ember volt, ki szavát tettét befejezte, s hasztalanul sem eredsz az utadra, eléred a célod. Ám de ha nem vagy Odysseus, s Pénelopeia szülötte, akkor semmi reményem, hogy sikerülhet a terved. Mert nem sok fiú van ki olyan, mint apja egészen. Több, aki hitványabb, s kevesebb, aki túltesz az apján. Ám de mivel sose lész, te se gyáva sem együgyű többé, s tőled sem maradott el egészen apád leleménye, megvan rá a remény, hogy e dolgot végbe viszed majd. Most a bolond kérők szándéka se terve se bántson, mert az igazságuk nincs csöp sem, nincsen eszük sem. Nem tudják a halálsa sötét vég, hogy közel immár hozzájuk, s hogy egyetlen nap pusztul valamennyi. S már utazásod sincs ám messze, amelyre törekszel. Én az apád bajtársa vagyok, bennem bizakodhatsz. Fürge hajód is fölszerelem, s veled indulok útra. Menj házadba, s a kérőknek közibé keveredvén. Vedd csak az útra valót, és ragd már mindet edénybe. Kétfülű korsókban bort, s lisztet a férfiak étkét, jó bőrtömlőkben. S én indulok, összetoborzom önkéntes csapatunkat azonnal. Bárka pedig len van sok a vízövezet Itakában, régi is, új is. Köztük a legjobbat fogom én teneket kiszemelni, fölszerelem tüstént, s a hatalmas vízre kiszállunk, mondta Athénaé, Zeus lánya. De Telemachosz sem várt egy helybe soká, miután hallotta az Istent. Kedves háza felé indult keseregve szívében, és a vitéz kérőkre talált tüstént a teremben, kecskét nyúztak az udvarban, disznót perseltek. Antinosz mosolyogva szaladt oda Telemachoszhoz, átkulcsolta kezét, s a nevén szólítva kimondta. Féktelen és gőgös szavú Telemachosz, ne legyen már gondot sem rossz szóra, se rossz tettekre szívedben. Rajta egyél meg, igyál csak vélünk, úgy, ahogy eddig. És amit óhajtasz, meg is adják mind az akhályok, bárkát s válogatott evezősöket. Érd hamarabb el nagy szentségű Pűloszt, híreért bajnok apádnak. Erre a jóeszű Telemachosz neki válaszul így szólt. Antinosz, sehogyan se lehet veletek ti kevélyek hallgatagon lakomázni, nyugodt szívvel mulatozni. Vagy nem elég, hogy idáig sok jó birtokomat már így megnyírbáltátok, kérők, míg kicsi voltam. Most, amikor felnőttem már, s okosodva a mások intelmét hallom, s kebelemben a lelkem erősül, rátok a rút véget kísérlem küldeni, kérők, hogyha Pűroszba megyek, de talán még itthon, a nép közt elmegyek, és mondottam, utam sose lesz sikeretlen, utasként, hisz gáját és evezősöket úgysem kaphatok itt, mivel úgy láttátok, a hasznotok így több. Szólt, és Antinosz kezéből a kezét kiragadta könnyen, a kérők meg lakomát kerítettek a házban. És csúfolódtak is, és szurkálták őt szavaikkal. Egyik a fennhéjázó ifjak közt imígyen szólt. Lám, ugye Telemachosz vesztünk, forgatja fejében. Tán fövegyes Pűlosz útja felől hoz megsegítőket, vagy tán Spárta felől, hiszen annyira szörnyen igyekszik. És még Efűrába is óhajtán a kövér legerőre répni, hogy onnan lélekölő mérget hazahozva, majd a borunkba keverje, kipusztítson vele minket. Másik a fennhéjázó ifjak közt meg ekképp szólt. Ejnye, ki tudja, talán ha elindul a görbehajóval messze szeretteitől bolygván odavész, ahogy apja. Így azután még több munkát adhatna minékünk,
mert az egész vagyonán osztoznánk akkor a házát adva az anyjának, és aki anyját elveszi, annak. Így szóltak. És ő szállt le az apja magas tetejű tág kamrájába, ahol halmokba hevert az arancs rész, s öltönje a ládákban meg olaj jó illatú bőven. Édesizű és régi nemes borral teli korsók álltak az Isten is keveretlen drága itallal szép sorjában a falnál, várva, hogy egykor Odysseus még hazatér, bármi sokként is szenvedtek el addig. Kettős szárnyú, bezárt, jól ácsolt ajtaja volt ott termüknek, s éjjel-napon át gazdasszony időzött többnyire bent ki okos gonddal, mindenre vigyázott. Eurykleia lánya a Pejszénor fia Opsznak. Hát őt hívta be Telemachosz termébe, és eképp szólt. Kedves anyó, igyekezz, édes bort tölts be azonnal korsóimba, a legjobb ízűt, amannak után, amit neki őrzöl, a gyászsorsúnak várva betoppan isteni sarj Odysseus, a halált meg a vészt kikerülvén. Tölts te 12 korsót színig, tégy fedelet rá. Jól vart börtömlőimet, aztán tölts tele liszttel, 20 mérő a megőrölt lisztből éppen elég lesz. És te magad tudd csak. Mindez gyorsan legyen együtt, késő este jövök majd érte, ha édesanyám már fölmegy a hálójába, s az alvás jár az eszében. Elmegyek én, tudd meg, Spártába, Pülosz fövenyére kedves apám hazatérte felől híreket tudakolni. Mondta. Föl is jajdult a beszédre a jószívű dajka, és zokogó hangon hozzá szárnyas szavakat szólt. Jaj, kedves gyerekem! Hogyan is jut ilyesmi eszedbe? Merre akarsz te bolyongani távoli földeken által egyetlen szeretett fiú? Meghalt messze honától isteni sarj Odysseus, idegen nép távoli táján, ők meg, amint kiteszed a lábad, gaztervet eszelnek, hogy cseltől pusztulj, s vagyonod mind megkaparintsák. Ülj itthon! Mert vesztek tieit közt sohasem kell meddő tengeren át bajt tűrnöd, messze bolyongnod. Erre a jóeszű Telemachosz neki válaszul, így szólt. Bátran, anyó, miután nincs Isten nélkül e szándék, tégy nekem esküt, hogy nem mondod el édesanyámnak, csak miután 11 néhány nap már tova illant, vagy vágyódva reám meghallja, hogy útnak eredtem, arca finom bőrét zokogással, hogy ne gyötörje. Szólt, s az anyó elmondta a roppant isteni esküt. Majd miután már megtette, s befejezte az esküt, nyomban utána a korsóit teletöltve itallal, jól vart börtömlőibe öntött lisztet azonnal. Télemachosz meg a házba, s a kérőknek közibé ment. Ekkor mást gondolt a bagoly szemű Pallas Athéné. Télemachosznak alakját öltve bejárta a várost, minden férfi elé odaállt, és szólt vele szépen, mondván, hogy gyülekezzenek este a fürge hajónál, s kérte Noémont is, Fronios ragyogó fiú sarját, adjon fürge hajót, s neki ez szívesen megígérte. Már a nap is lebukott, árnyékba borultak az utcák, ekkor a fürgehajót tengerre kivonva az összes fölszerelést ráhordta, mi kell jótestű hajókhoz, és az öböl sarkába helyezte, közé seregeltek, s buzdította nagy istennő minden nemes ifjat. Ekkor mást gondolt a bagoly szemű Pallas Athéné. Útnak eredt házához az isteni hős Odysseusnak, ott édes szendert hintett a kérők csapatára, minden ivót kábává tett, kiütötte a kejhük. Szétszélettek a városban lepihenni, sokáig nem vártak, ráhult a szemük héjára az álom. S Télemachoszhoz ekép szólt most a bagoly szemű Pallas. Így szólítva ki őt, jól épült terme öléből, s Mentoréhoz volt az alakja s a hangja hasonló.
Télem ahhoz, már várnak a jó lábvértű barátok, ülnek a bárkapadon, s indító szódra ügyelnek. Rajta tehát menjünk, s az utat ne soká halogassuk. Szólt és ment is előre azonnal Pallas Athéné nagysebesen, s a fiú ment véle, követte az Istent. Majd miután odaértek a bárkához meg a vízhez, hosszú hajú társak csapatát lelték föl a parton. Stélemakhoz szólt is hozzájuk szent erejével. Jertek, társak, az útravalót hordjuk ki, hiszen már együtt vár otthon. S az anyám semmit se tud erről, szolgálóink sem. Csak is egy hallotta a tervet. Így szólt, s ment is előre az úton, a többi követte. Vittek, s jó evezőpadú bárkájukra letettek mindent, mint Odüsszeusz kedves fia adta parancsát. Télemachosz fölszállt a hajóra, előtte Athéné ment, s hajó tattyára leült, s oldala mellé ült oda Télemachosz. S a kötélzetet oldva a társak fölszálltak szaporán, s evezők mellé telepettek. Jó szelet is küldött számukra bagoly szemű Pallas, jól fúvó Zephyroszt, mely a borszínű tengeren átzúg. Télemachosz meg, társaihoz buzdítva kiáltott. Rendezzék el a fölszerelést. Hallgattak a szóra. Megfogták a fenyőrudat, és a közép üregébe állítván feszesen lekötözték tatkötelekkel, s jól sodrott szíjjal vonták fel a hószínű vásznat. Duzzasztotta a szél a vitorlát, körben a bíbor hullám most a gerincét, zengett, még a hajó ment. Száguldott a hajó, habos árban vágta az útját. Éjszíni fürgehajón mindent jól helyre kötözvén állítottak itallal színig telt keverőket, s így áldoztak a nem múló örök égi lakónak, és a bagoly szemű Zeusz leánynak mind a közt leginkább. Éjjen s hajnalon át hasította hajójuk a tengert. Ennyi. A harmadik ének. Pülosban. S Éliosz ragyogó öbléből kelve elindult érc égboltozaton sugarazni az égi lakóknak és a halandóknak, kik a termőföldeken élnek. S ők Néleusz jól épített várába, Pülosba értek. Az emberek ott pedig épp áldoztak a parton kékhajú földrázó istennek barna bikákat. Száma 9 a soroknak, s 500 ember ül egyben, s áldozat állatot ád minden sorra 9-et. Belső részt ettek, s neki most szombot sütögettek, s ők egyenest odatartva bevonták ekkor arányos bárkájuk vásznát, s kikötöttek, a partra kiléptek. S már a hajóból szállt ki az ifjú, előtte Athéné, s szólt legelőbb is az istennő, a bagoly szemű Pallas. Télemachosz, sose szégyenkezz már egy csöppet sem, mert is azért jártad meg a tengert, hogy tudakoljad, mely föld rejti az édesapád, s mi sorsra jutott ő. Lónevelő Nestor Elibé, csak lépj oda bátran, tudjuk meg, mi gondolatot rejt ő kebelében. Hát te magad könyörögj hozzá, hogy mondja ki nyíltan, az bizonyos hamisat nem mond, hiszen annyira elmés. Erre a jó eszű Télemachosz neki válaszul így szólt. Mentor, hogy menjek? Hozzá hogyan is közeledjem? Mert az okosszavú szónokolás még nem tudományom, s ifjúnak aggott kérdezgetnie tiltja a szégyen. Mondta az istennő ismét a bagoly szemű Pallas. Télemachosz, lesz, mit te magad tervelsz ki eszedben, s lesz, mit az istenség súg meg. Mert nem hiszem én, hogy istenek óhaja ellen lettél, vagy növekedtél. Szólt, és ment is előre azonnal Pallas Athéné nagysebesen. S a fiú ment véle, követte az Istent. S Pülosziak gyűlése, ülése elé odaértek. Ott ült sarjaival Nestor, körülötte a társak jó lakomához húst csütögettek, s húztak a nyársra, megpillantva a két idegent mind összefutottak, és kezük érintvén hívták őket soraikba. Nestor gyermeke volt, Peisistratos az, ki először jött,
s kezükön fogván őket lakomázni vezette, lágy bundákra a tengerpart fövényen, ahol ültek apjas a testvére, Trasszümédész oldala mellé. Húst nyújtott nekik át, belső részt, majd borítalt is töltve aranykejhébe emelte, köszöntve eképpen Pallas Athénét, Aegis tartó Zeus atyalányát. Most könyörögj vendég te Poseidaonhoz, az úrhoz, mert hová értetek itt partunkon, az ő lakomája. És miután könyörögtél s áldoztál, ahogy illik, nyújts társadnak is át mézédes bort e pohárban, áldozzon, mert is bizonyára imádkozik ő is, gondolom én. A halandók mind Istenre szorulnak, ám miután ő ifjabb nálad és egykorú vélem, ezt az aranypoharat hát néked nyújtom először. Szólt, édes borral teli serleget adva kezébe. És megörült az igaz, s elmés ifjúnak Athéné, hogy színarany poharát neki adta kezébe először. Rögtön ekép szólt estve Poseidaonhoz, az úrhoz. Halld meg, földövező az imám, s irigyelni ne kívánt tőlünk, esdőktől e könyörgés teljesítését. Hírnévvel legelőbb Nestort s fiú sarjait áld meg, s annak utána a többinek is nyújts drága viszonzást minden pűloszinak szép százökör áldozatáért. S add, hogy Telemakhoz, s magam is célt érve mehessünk vissza, amért ide érkeztünk gyors barna hajóval. Így estett, s mindent maga volt, aki teljesített is. Telemakhoznak a szép kettős poharat tova adta. És Odüsszeusz kedves fia épp így mondta imáját, s ők, hogy a háthusokat kisütötték, és újra lehúzták már szétoszt a dicsőséges lakomát lakomáztak. Majd miután elverték végül az éhet a szomjat, köztük a szót, így kezdte geréni a bajnoka Nestor. Most már szebb kérdeznünk tőlük, s megtudakolnunk, hogy kicsodák, miután ételnek italnak örültek. Kik vagytok? Merről járjátok a tengeri ösvényt? Dolgotok is van-e, vagy csak amúgy vaktába bolyongtok, mint a kalóz népség, mely a sós vizen erre meg arra lelkét kockáztatja, s a többi hajósra veszélyt hoz? Erre a jóeszű Telemakhosz neki válaszul így szólt bátrabban, mert bátorságot tett a szívébe Pallas, hogy tova tűnt apjáról kérje az aggot, és őt is nagy hír hordozza a földi lakók közt. Nestor, Néleus sarja, akhályok nagynevű dísze, kérdezed azt, honnan jöttünk. Íme halld meg a választ. Néon aljában feküvő Itakából jöttünk, s nem közös ügymerről szólok, hanem egymagamé csak. Nemzőm nagy hírét kutatom, tán ráakadok majd isteni tűrő lelkű Odüsszeuszét, aki küzd, amint mondják, Tróját, veled együtt dúlta fel egykor. Mert is a hősöknek, kik a trószokkal verekedtek, mindjéről tudjuk, hol pusztult szörnyű halállal. S ő neki még a halálát is fedi rejti Krónion, mert ki se tud bizonyos hírt, hogy hol lelte halálát, szárazföldön-e, hol leigázták rosszakarói, vagy habokon, melyeket magasít a nagy Amfitríté. Hát térdethez elérve könyörgök, vaj, ha akarnád édesapám nyomorult végét elmondani, hogyha vagy láttad, vagy akár mástól hallottad a hírét, merre bolyong, hiszen oly nyomorultnak szülte meg anyja. Restelkedve a szót sose szépítsd, szánni ne óhajts, ám de amit láttál, őszintén mondd nekem azt el. Esdekelek, ha az édesapám, jó bajnok Odüsszeusz szót vagy tettet ígérve neked megtette valóban Trója alatt, hol a sok bajt szenvedtétek, akhályok, emlékezz most rá, s mondj nékem híven igaz szót. Válaszul így szólt erre Geréni a bajnoka Nestor. Kedvesem, emlékeztetsz mindam a bajra, mit akkor ott mi, akhályok, nem hátráló sarjai, tűrtünk, részint még a ködülte vizen hányódva hajókkal zsákmányért igyekezve, amerre akarta Achilleus,
Másrészt már a király Priamos nagyvára alatt is, hol vívtunk sokat, és hol elestek a legderekabbak, ott a vitézlelkű Ajász, és ott fekszik Achilleus, ott Patroklosz is, istenként kitűnő a tanácsban, ott szeretett fiam is, tündöklő hírű, erős hős Antilokhosz, ki futásban gyors volt, bajnok a harcban. És még ezeken kívül is tűrtünk sok bajt, de ki tudnám mind elmondani ezt a halandó földi lakók közt. Estendőt, ötöt is, hatot is tölthetsz te közöttünk, kérdezgetve mi bajt is tűrtünk, bátor akályok, és belefáradnál, úgy érnél otthoni földre. Mert mi 9 évig tettünk kárt nékik, a harcnak mindenféle cselével, és Zeus nehezen segített meg. Egy sem akadt, aki ott kívánta eszét, az eszéhez mérni, mivel győzött mindenkin a fényes Odysseus mindenféle cselekkel, az édesapád, ha valóban tőle eredsz, de ha rád pillantok, a bámulat elfog. Mert a szabad járása is épp olyan. Ennyivel ifjabb emberről hinnéd-e, hogy ennyire illően szól? Akkoron ott magam én, meg az isteni fényes Odysseus 2 félét sose mondtunk gyűlésben, se tanácsban, mert egy volt lelkünk, s okos ésszel, drága tanáccsal terveltük mindig, mi az argosziaknak a legjobb. Ám hogy földultuk Priamos meredek falu várát, s bárkákon szétszórta akháj seregünket az Isten, bús hazatérést szánt Zeus akkor az argosziaknak elméjében, mert nem voltak mind igazak, nem voltak mind okosak. Sokan ádás sorsra jutottak szörnyű haragja miatt a bagoly szemű Zeus ivadéknak, Pallasnak, ki viszályt hintett el az atreidák közt. Hirtelenül híván az akhályokat ők gyülekezni, ám nem a dolgok rendje szerint, napnyugtakor íme így is jöttek az argosziak bortól nehezülten, elmondták, mi okért hívták gyűlésbe a népet. Ott Menelaos az összes akhályokat arra akarta venni, hogy induljunk haza tenger tágterű hátán, és ez nem tetszett Agamemnonnak, ki a néppel 100 ökör áldozatot kívánt még ott bemutatni, hogy vele engesztelje Athéné szörnyű haragját, Balg, aki nem sejtette, hogy úgysem békíti már ki, hirtelenül sohasem fordul meg az isteni szándék. Ők hát ott álltak, súlyos szavakat kiabáltak egymásnak, mire mind fölkeltek a vértes akhályok, nagy morajuk zúgott, szándékuk kétfele oszlott. Éjszaka még valahogy megvoltunk, rosszat akarva egymásnak, mert Zeus e csapást rendelte reánk, már ám reggel mi az isteni vízre kivonva hajónkat, fölraktunk minden zsákmányt föl, a mély övű nőket, míg seregünk másik fele helyben visszamaradt volt Atreides Agamemnon népek pásztora mellett. Fölszálltunk mi, a fél sereg, és mentünk. A hajóink szálltak, a roppant mélyvizet Isten tette simává. Áldoztunk Tenedoszba kerülve az égi lakóknak, mert vágytunk haza. Ám nem tervelt visszautat még Zeus, a gonosz, ki megint csak csúnya viszályt zúdított. Mert megfordítván ívelt bárkáikat újra tarkaeszű bölcsbajnok Odysseus hű követői, kedvezvén Agamemnonnak mind visszahajóztak. Én pedig erre az én gályáimat egybetereltem, s elmenekültem, mert láttam, vészt tervel az Isten. S elmenekült Tüdeusz hős gyermeke, vitte a népét. Jóval utánunk jött el a szőkehajú Menelaosz, Lesbosban be is ért. Tanakodtunk épp, hogy a hosszú útra miként szállunk ki, Kíosz meredekje fölött és Pszűra irányában, balkész fele hagyva a földet, vagy Kíosz aljában széljárt a Mimász közelében. Kértük az Istent, hogy csodajelt adjon, meg is adta. Tartsunk mind Euboja felé, útszeljük a tengert át közepén, kikerülni a bajt mennél sebesebben. Szél süvített éles hangom. Jól szálltak a gályák végig a sokhalú ösvényen, míg végre Geraistoszt éjjel elérték. Erre Poseidaonnak,
ökörcomb áldozatot hoztunk, megjárva a nagy víz hosszát. Már negyedik nap volt, amikor gályáikat Argosz földjén lóbetörő Diomédész társai végre parthoz erősítették, és én a hazámba siettem, és sose szűnt meg a szél, mit az Isten utunkra bocsátott. Így jöttem haza, jó fiam, és most nem tudom azt sem, kik menekültek meg közülünk, kik hultak a vészbe. Ám de amit megtudtam azóta a termem ölében, azt meghallod, amint illik, sose rejtem előled. Rendben a dárdás mürmidonok, mondják, hazaértek. Hőslelkű Achilleus ragyogó fia volt vezetőjük. Rendben elérte Philoctetes, Poiász fia földjét, és Idomeneus minden társát Krétába vezette, ki csata megkímélt, egyet se rabolt el a tenger. Atreidészről tudjátok, ti, ha távol is éltek, mint jött meg, és iszonyú végét hogy eszelte ki néki Aegisthosz. De meg is fizetett keserűen e tettért. Jó, ha a meggyilkoltnak hátra maradt fia, ime Atreidész fia is bosszút állt érte, megölte Aegisthoszt, a ravaszt, ki ledöfte dicső nevű apját. Hát, te fiam, szintén látom, deli termetű is vagy, légy oly hős, hogy a majdaniak dicsérjenek érte. Erre a jó eszű Télemakosz neki válaszul így szólt. Nestor, Néleus sarja, akályok nagy nevű dísze. Ő nagyon is méltán állt bosszút, és az akályok hordják majd hírét, hogy a messzi utód is okuljon. Bárcsak ilyen nagy erőt adnának az istenek én rám, akkor a kérő kínzó döjfét visszafizetném, kik nagy gőgükben vélem gonoszat cselekesznek. Ám így boldogságot ugyan nem szőtt nekem Isten édesapámnak s nékem, tűrnöm kell csak örökköm. Erre Gerénia bajnoka Nestor válaszul így szólt. Jó fiam, emlékeztetsz most, hogy mondod-e szókat, hírlik, hogy nagyon is sok kérő dúlja a házad. Kéri az édesanyát feleségül, s ellened él ott. Mond, önként hagyod ezt, vagy tán haragusznak a népek rád a hazád földjén, s ezt Isten jó szava tette? Ám de ki tudja, talán hazaér büntetni a vétküktán egyedül, de lehet, hogy az összes többi akállyal. Mert ha aképpen akar téged kedvelni Athéné, mint hogy akkor a nagyhírű Odüsszeuszra vigyázott Trója tövében, ahol sok bajt tűrtünk mi akhályok, nem láttam, hogy bárkit olyan nyíltan szeret Isten, mint amilyen nyíltan segítette apádat Athéné. Hát ha aképpen akar kedvelni, és aképpen ügyel rád, lesz közülük nem is egy, ki felejteni fogja a nászát. Erre a jó eszű Télemakosz neki válaszul így szólt. Jó ag, nem hiszem én, hogy e szózatod így betelik még, mert túl nagy, s a csodálat elönt, de reményemen is túl történné csak meg, ha az istenek így is akarnák. Mondta az istennő ismét a bagoly szemű Pallas. Télemakosz mély szó szökkent ki fogad kerítésén. Isten a távolból megment könnyen, ha akarja. Én bizony inkább vágyom, akármi sok baj után is otthonom, hogy hazatértem napját látni, elérni, mint otthon tűzhelynél veszni, miként Agamemnon pusztult el felesége meg Aigosthosz csele folytán. Bár a halált, mely elér minket, az égi lakók sem tudják messzire jűzni kegyeltjüktől, mikor őt majd hosszúra nyújtó vég veszedelmes sorsa eléri. Erre a jó eszű Télemakosz neki válaszul így szólt. Már erről, Mentor, bármint búsulunk, ne beszéljünk. Rá hazatérés már sose vár, de az el ne menyészők régen rám érték a halált, meg az éjszínű véget. Mást akarok most én itt kérdeni, meg tudakolni Nestortól, ki a legbölcsebben tudja a törvényt. Három nemzeten át tart már, mondják, az uralma, éppen ezért örök istennek tűnik, ha tekintem. Szólj, Nestor, Néleusz fia, mondd, mi a tiszta igazság? Hogy pusztult el a széles földön uralt Agamemnon? S hol maradott Menelaosz? Mint rendezte a romlást Aegisthosz, ravaszul ki megölte a nála különbet?
Nem voltán az Akháj Argoszban távoli népközt bolygott még Menelaos, ezért ölt bátran a gyilkos. Erre Gerénia bajnoka Nestor válaszul így szólt. Gyermekem, elmondok neked én mindent, ami történt. Úgy látom, magad is jól sejtett, hogy mi esett meg. Aigisztoszt, ha a termeiben még megleli élve, Trója felől jövet otthon a szőkehajú Menelaos, holtában nem emelnek sírhalmot neki akkor, mert ebek és kesejű madarak falják fel a pusztán távol a várostól, és az akhájnők meg se siratják egy sem, mert így rettenetes dolgot követett el. Ám de mi Trója alatt sok harcot víva időztünk, s lónevelő Argosz zugolyán ez alatt nyugalomban bűvölgette szavával az Atreidész feleségét. Csak hogy a csúf tettől még visszariadt eleinte büszke Klütaimnestré, mert élt még jobbik eszével. És ott volt az az énekes is, kit az őrizetére még Trójába menet rendelt mellé Agamemnon. Ám hogy az isteni sors őt már megadásra kötözte, hát egy dalost Aigisztosz puszta szigetre vezette és ott hagyta. Legyen kesejük zsákmánya falatja, és így készséggel a készségest hazavitte lakába. Szentelt oltárnál égette a combokat akkor, aggatván sok ajándékot, szövetecs aranyéket, mert mit a lelke remélni sem mert, most mégis elérte. Trója felől együtt szálltunk a hajókkal a vízre, Atreidész s magam én egymásnak jó akarói. Ám hogy elértük Aténnál szentelt Szúnion ormát, ott Menelaos kormányosát Foibosz Apollon gyöngéd nyilvesszőivel egyszer csak lenyilaszta, míg kormány rúdját tartotta a fürge hajónak. Frontis Onetoridészt, aki minden földi lakó közt legjobban vezette Gáját, ha vihar düheton volt. Így ott hátra maradt, bármint vágyott is az útra elföldelni a társat, az áldozatot bemutatni. Majd amikor nekivágott ő is a borszínű víznek, és üreges gályákkal elért a maleiai csúcsig, akkor a messzire dörgő nagy Zeus szörnyű hajózást mért rá, mert süvítő szeleket zúdított a vizekre, s roppant hullámok magasodtak akár a hegyormak. Ketté vágta a rajt, s a felét Krétába sodorta, merre Küdon nép él az Iardanosz áradatánál. Van bizonyos meredek, tengerbe futó síma szikla Gortüs széle fölött, a ködülte vizek közepében, bal kiszögellését a Notosz veri csapja habokkal. Faistoszt, és a nagy áradatot kicsi szírt veri vissza. Hát ideért egy rész, s a halált még csak kikerülték embereik, de a bárkákat szétzúzta a hullám zátonyokon, s kékorrú hajói közül ötöt elvitt, és csak Egyiptomban tett partra a szél, meg a vízár. Ott azután gabonács aranyat gyűjtött Menelaos, bárkákkal bolygott idegen szavú nép birodalmás, Aigisztosz egy gyászt ez alatt tervelte ki otthon. 7 évig volt úr az aranylókincsű Mikénén, Atreidést meggyilkolván, leigázta a népet. 8. évben jött vestére a fényes Orestész vissza Aténból, s meg is ölte azonnal a gyilkost, Aigisztoszt, a ravaszt, ki ledöfte Dicső nevű apját. És azután meghívta az argoszi népet a torra, melyet a gyáva bitorló és gonosz anyja felett ült. S eznap jött meg a harcban erős hangú Menelaos kincsel, amennyit csak tudtak hordozni hajói. Hát te is, édesem, el ne bolyongj már hosszan a háztól, otthon hagyva a kincseidet, s palotádban a szörnyendőfös férfiakat. Nehogy ők mindent fölemésztve szétosszák vagyonod, s utadat meg hasztalanul járd. Én Menelaos házához küldlek, s javasolnám, menj oda, mert hiszen ő nem is oly rég jött haza messzi földről s népektől, honnan ki sem merne remélni visszautat, itt a szélviharok kisodortak el roppant vízre, mely oly széles, hogy a saskesejű se röpülné át kerek 1 évig sem, olyan nagy, oly riadalmas. Rajta tehát csak eredj bárkádon a hű követőkkel,
S hogyha szárazföldön akarsz, lovad és szekeret is lesz, és itt vannak fiaim, legyenek vezetőid az úton Isten is párta felé, hol a szőkehajú Menelaosz. Ott te magad kérleld, hogy amit tud, mondja ki nyíltan, az bizonyos hamisat nem mond, hiszen annyira elmés. Így szólt, és a nap is lebukott, s eljött a sötétség. S köztük az istennő szólt, most a bagoly szemű Pallas. Jó Ag, úgy mondtad mindezt el, mint ahogy illik. Most vágjuk ki a nyelveket, öntsünk bort s vizet egybe, véle Poseidon tisztelve s a többi nagyistent, s gondoljunk pihenésre, hiszen már itt van az óra. Tűnik a fény immár a homályba, bizony nem is illik hosszan az oltárnál lakomázni, hanem hazatérni. Így szólt Zeus atya lánya, s azok hallgattak a szóra. Hírnökök öblítővizet öntöttek kezeikre, minden borkeverőt peremig töltöttek az ifjak, s osztották az italt, áldozva előbb a pohárból. Tűzre kerültek a nyelvek, a loccsantásra fölálltak. Majd, hogy loccsantottak, s ittak, amennyit akartak, akkor Athénáé meg az isteni Télemakhosz már együtt készültek hazatérni a görbehajóhoz. Ám Nestor ott tartóztatta, ilyen szavakat szólt. Óvjon Zeus attól, meg a többi nagy égi lakó mind, hogy ti a fürge hajóra vonuljatok innen aludni, mintha bizony koldus volnék vagyon és ruha híján, és köpenyem takarom nem akadna a házban elég sok, hogy magam és vendégeim is jól ágyan aludjunk. Van bizony én nálam köpenyek, van szép takaró is, s nem fog az ő, Odüsszeusz kedves fia, drága barátom sarja hajódeszkán lenyugodni, ameddig e földön élek, s holtom után fiaim töltik meg a termem, s vendéglik vendégeiket, kik a házba betérnek. Mondta az istennő ismét a bagoly szemű Pallas. Kedves öreg, jól mondtad mindezt, illik is ám, hogy Telemakhoszt meggyőzd, mert sokkal szebb, helyesebb így. Így hát ő csak eredjen utánad, hogy lenyugodjék házad ölén, hanem én éjszínű hajónkra megyek már, hogy buzdítsam a társakat, és utasítsam is őket. Mert egyedül vagyok én, vallom ki közöttük idősebb, mind fiatal, mindet segítésvágy hozta mi vélünk, mind évtársa a bátor lelkű Télemakhosznak. Ott fogok én ma nyugodni az éjszínű görbehajónál, s reggel a hőszívű Kaukonok földjét keresem föl, mert az adósaim ők nem újonnan és nem kicsiséggel. Télemakhoszt meg majd, mint hogy palotádba vetődött, küld útjára kocsin s a fiaddal, s adj paripákat, melyek a legsebesebbek, a legkitűnőbbek erőben. Így szólt, és tovatűnt a bagoly szemű Pallas Athéné tengeri sasként, és megdöbbent mind, aki látta. És bámult az öreg, mikor ezt meglátta szemével, Télemakhoszt kézen fogta, szót szólva kimondta. Kedvesem, azt hiszem, én sose lész hitvány sem erőtlen, hogyha ilyen fiatal létedre kísér a nagyisten. Mert bizony ez nem más az olimposzi égi lakók közt, mint Zeus lánya, a zsákmány osztó Tritogeneja, ő ki apádat is úgy kedvelte az argosziak közt. Hát könyörülj, úrnőnk, add, hogy jó hírnek örüljek, én meg a gyermekeim, meg tisztes hitvesem épp úgy, s áldozok esztendős, szép, széles homlokú marhát, mely betöretlen még, ember sose fogta igába, ezt adom én te neked, s körülöntöm arannyal a szarvát. Így szólt ő könyörögve, meg is hallgatta Athéné. Majd ezután bevezette Geréni a bajnoka Nestor sarjait és vőit, s a fiút szép háza ölébe. És miután a király gyönyörű házába betértek, széken, karszéken, sorban mind megtelepedtek, s nékik, amint odaértek az Ag vegyített vegyítőben, jó 11 éves mézédes bort, melyet ekkor vett csak elő gazdasszonya, és fedelét kibogozta. Hát ebből vegyített az öreg, s locsantva sokáig hívta imával Athénét,
pajzsos Zeus atya lányát. Majd miután áldoztak, s ittak, amennyit akartak, akkor mind hazaindult már lepihenni lakába. S őt a geréni lovag Nestor ott vitte nyugodni Telemachhoz, fiúsarját isteni hős Odüsszeusznak fúratos ágyra, a visszhangos tornácnak ölében, s jó gerejes Peisistratosát is, a népvezetőjét sarjai közt, aki csak maga volt már nőtlen a házban. Maga bent a magas háznak zugójába pihent le, fekhelye betve, hol úrnő hitvese látta el ágyát. És hogy a rózsásújú hajnal kélt ki a ködből, ágyáról serkenve geréni a bajnok a Nestor ment ki a háza elé, s a csiszolt köveken le is ült ott, melyek a nagy kapunál állottak tiszta fehéren, s mindegyikük ragyogott az olajtól. Régi időben Néleusz ült ezeken, mint Isten bölcs a tanácsban. Őt leigázta a vég, Hádész házába került már, és itt most fia Nestor ült, az akháj hadak őre, mint jogaras fejedelmük. Gyűlt sok sarja körébe, termeiből lépvén ki, Ekefron jött Stratiosszal, Perseus és Aretos, meg az isteni hős Trasümédész, és hatodiknak a hős Peisistratos ért ki közébük, s isteni Telemachos odaültették az öreghez. Köztük a szót így kezdte geréni a bajnoka Nestor. Jó fiaim, gyorsan töltsétek most be a vágyam isteneink közül elsőnek, hogy kérjem Athénét, őt, aki nyíltan is eljött dús Isten lakománkhoz. Rajta tehát egy menjen most ökörért ki a rétre, hogy legyen itt mielőbb, a gulyás hat hajtsa mi hozzánk. S barna hajójáról bátor szívű Telemachosnak hívja a társakat, egy-kettőt hagyjon csak a gáján, egy meg az ötvöst Laerkész szólítsa körünkbe, áldozatökrünk szarvát, hogy körülöntse arannyal. És ti maradjatok itt, mint többiek, és palotámban rendeljétek a szolgálókat a szép lakomához hozni a széket, a fát, meg a forrás tiszta vizét is. Szólt, mire buzgolkodtak mind. Megjött a mezőről már az ökör, és megjöttek az ívelt fürgehajóról nagyszívű Telemachos követői, az ötvös is eljött hozva az eszközeit, művének végbevivőit, üllőt és kalapácsot, a jó csípővasat is még, így öntött aranyat. S megjött maga Pallas Athéné, várva az áldozatot. S az öreg Nestor lovag adta át aranyát. S az ökör szarvát a kovács körülönti mesterjen, hogy az úrnő nézve a művet örüljön. Azt meg a szarvánál vonta Stratiosz meg Ekefrón. Jött ki a kamrából és hozta virágos edényben Aretosz mosdóvizüket, s másik keze fogta árpadarás kosarát. S a csatában erős Trasümédész éles bárdal várt az ökörre lesújtani készen. Csészét meg Perseus tartott. Nestor az öreg hős kezdte a mosdást és darahintést, hosszan Athénét híva, amíg a barom feje szőrét tűzre vetette. És miután könyörögtek hintvén árpadarát is, akkor a Nestor sarj, a merész szívű hős Trasümédész állt oda és sújtott. A csapás elvágta nyakizmát, és erejét oldotta az állatnak. Sikítottak Nestor lányai és menyei, s tisztes felesége Eurydiké, Klüménosz lánysarjai közt a legelső. Majd meg a szélesutú földről a fiúk fölemelték, s tartották. Peisistratosz ekkora kést beledöfte. Vére kifolyt feketén, csontjából lelke kiröppent, tüstént szétvágták, és fölszeletelve a combját annak rendje szerint betakarták jó puha hájba, kétrét hajtva előbb, és nyers húst rakva fölébe. Fám pörkölte az agg, rődbort locsantva a lángra, körben ötágú villákat tartottak az ifjak, és hogy elégtek a combok, a belső részt meg is ették, fölszelték maradékait, s fölhúzva a nyársra, nyárshegyiben forgatva a lángon megsütögették. Telemachost ez alatt fürdette a szép Polykasté, Néleidész Nestor lánysarjai közt a legifjabb, s hogy megmosva bekente a testét síkos olajjal, s drága köpenyt borított köribé, szép inget is ekkor, úgy lépett ki a kádból, mint valamely magas isten,
ment, s odaült néppásztor Nestor oldala mellé. És hogy a háthúsokat kisütötték, újra lehúzták, s már lakomáztak is ülve, vitézlő férfiak álltak oldalukon, s töltöttek bort az aranypoharakba. Majd miután elverték végül az éhet, a szomjat köztük a szót, így kezdte Geréni a bajnoka Nestor. Gyermekeim, nosza, Telemakosznak szép paripákat hozzatok, és szekeret, mely fürgén fusson az úton. Szólt, s nagyon is hallgattak rá, tették a parancsát, nagysebesen fogták a szekérbe a gyors paripákat. Ekkor a gazdasszony kenyeret bort tett a szekérbe, húst is olyant, amit esznek a Zeus táplálta királyok. Télemakosz meg föllépett gyönyörű szekerére, s Nestoridész, Peisistratos emberek elseje véleszállt a szekérre, s a gyeplőt nyomban kézbe ragadta. Ostora indított, s a lovak nem késve röpültek messze a síkra, Pűloszt, a magas várost odahagyták. És az igát az egész napon át rázták paripáik. S már a nap is lebukott, árnyékba borultak az utcák, hogy Féraiba Dioklésznak házához elértek. Orszilokhoz fia, ő, s Alfejosz volt a nagyapja, éjszaka ott háltak, s megajándékozta ez őket. És hogy a rózsásújú hajnal kélt ki a ködből, béfogván lovaik hágtak föl a cifraszekérre, s visszhangos tornáca alatt kirobogtak a házból. Ostorok indított, a lovak nem késve röpültek, jó gabonát termő síkföldre kerültek, utána véget is ért útjuk, mivel annyira gyorsan ügettek, s már a nap is lebukott, árnyékba borultak az utcák. Negyedik ének. Lakedaimonban. S már Lakedaimonnak járták völgyét, szakadékát, és a dicső Menelaosz háza felé igyekeztek. S őt háznépe között lelték, éppen lakodalmát lakta fiának, s tiszta nevű lányának a házban. Férfitörő Achilleus sarjához küldte a lányát, mert még Trója alatt fogadással néki ígérte, és ma Enászt a nagyistenek im célhoz segítették. Most szekereken paripákkal küldte a Myrmidonoknak híres vára felé, kik közt ez az ifjú uralgott. Spártából meg Alektor lányát vette fiához. Szolgálólánytól született az erős Megapentész későn, mert Helénének az istenek új ivadékot nem szántak, miután egyszer megszülte a bájos Hermionét, ki hasonló volt arany Afroditéhoz. Ott lakomáztak ezek meredek tetejű palotában, nagy nevű hős Menelaosz, sok szomszédja, barátja ott mulatoztak, míg közepettük az isteni dalnok lancava szólt. És két bukfences táncos a körben lejtett örvénylő forgással a lant ütemére. És most ketten a házkapuban, maguk és paripáik, Télemakhosz hős és Nestor ragyogó fiú sarja már meg is álltak. S jött, meglátta vitéz Eteoneus, nagynevű hős Menelaosz gyors fegyverneke őket, s vitte a házba a hírt, hogy a népek pásztora tudja, oldala mellé álts hozzá szárnyas szavakat szólt. Két idegen jött, Zeus táplálta dicső Menelaosz, két oly férfi, ki úgy tűnik nagy Zeus ivadéka. Mondd meg, fogjuk-e hát ki szekérből gyors paripáik, vagy máshoz küldjük tova őket, hogy befogadja. Bosszankodva felelte a szőkehajú Menelaosz. Nem voltál azelőtt te Boétoidész, Eteoneus, együgyű, és ma miként kisgyermek oly együgyűen szólsz. Hisz mi is úgy értünk haza, hogy vendégszerető sok embernél lakomáztunk közben, várva, hogy egyszer Zeus végét veti majd nyavajánknak. Fogd ki lovát két vendégünknek, s őket vígan lakni vezesd be. Szólt, mire átsietett Eteoneus gyorsan a termen, hívta magával a többi serény szolgát is azonnal. Járom alól fogták ki az izzadt gyors paripákat, és bekötötték istálóba a jászlak elébe, tönkölyt, s közte fehér árpát hintettek eléjük, és szekerük ragyogó fal mellé támasztották, s őket az isteni házba vezették.
Ámulat ébredt bennük, látva Zeus táplálta király palotáját. Mert fény járt végig, valamint a napé vagy a holdé, hős Menelaosz egész meredek tetejű palotáján. És miután gyönyörükre beteltek a látnivalóval, szépre csiszolt kádakba beléptek, megmosakodtak. Szolgálók mosták őket, kenték meg olajjal, gyapjú köpenyt adtak rájuk, s vele inget. Utána Atreides és Menelaosz mellé sorba leültek. Hozta a szolgaleány a vizet, s öntötte kezükre, szép színarany kancsót az ezüst tálkába ürítve, hogy kezüket mossák, s a gyalult asztalt odatolta. Majd meg a tisztes gazdasszony közébük kenyeret vitt, és sok jó eledelt, s ami volt, osztotta örömmel. Mindenfajta húsokból vitt pecsenyét a húsosztó, tálat emelve, s aranypoharat tett mindjük elébe. S mondta, köszöntve reájuk a szőkehajú Menelaosz, hát egyetek, s üdvözd legyetek, s majd annak utána kérjük meg, kik vagytok, előbb lakománk megegyétek. Mert a ti nemzetségetek úgysem vész a homályba, Zeusztól lett jogaras fejedelmek sarjai vagytok, nemteleneknek ugyan nincs is soha íj ivadékuk, szólt, s megfogva kezével elébük tette a háthúst, sültet, amelyet néki magának a tisztelet osztott. S ők kirakott kész étkek után kezüket kivetették. Majd miután elverték végül az éhet, a szomjat, akkor Telemachosz, Nestor sarjához ekép szólt, hozzáhajtva fejét, hogy a többi ne értse, amit mond. Nézd csak, Nestoridész, te szívemnek kedves! E hangos házban a rengeteg érc mi villámfényeket áraszt, és az arany, s a borostyán, és az ezüst, s elefántcsont. Lám az olimposzi Zeus palotája ilyen bizonyára bévül. E dús házat, ha tekintem, az ámulat elfog. Ám de szavát elkapta a szőkehajú Menelaosz, s őket megszólítva ilyen szárnyas szavakat szólt. Jó fiaim, Zeusszal közölünk vetekedni ki tudna, mert hisz az ő palotájas, a kincsei el nem enyészők. Ám ember vagy akad, vagy sem, ki velem vetekedhet kincsekben. Bizonyos, hogy hosszan tűrve, bolyongva hoztam kincseimet haza végül a 8. évben. Küproszt, Foinikiát, meg Egyiptomot érve hajómmal, s Aitiópok, Szidónok, Erembosz nép birodalmát is, Líbüát is, ahol szarval születik meg a bárány, mert is hármat is ellik a nyájot egy kerek évben. Ott azután soha nincs híjával a jó pecsenyének, sem sajtnak, sem az édes tejnek a gazdas, a pásztor, éppen elég tejet ad mindig az a nyája fejéskor. És még magamot vagyonom sokaságát gyűjtve bolyongtam, addig a testvérem váratlanul ölte meg otthon gyilkos, a titkon orozva veszett felesége cselével. Boldogan így nem uralkodom én, bármi sok a kincsem. Tán az apáitok is mondták már nektek, akárkik légyenek is, mit szenvedtem, s hogy a házam is egyszer elveszítettem, a népeset én tele annyi vagyonnal. Bár inkább csak a harmad részét bírva egy kincsnek laknám itt, de azok mind élnének, kik elestek lónevelő Argosztól távol a trójai síkon. Mert noha én mindet siratom nyöszörögve, jajongva gyakran, míg palotámnak ölén ülök, és a nyögéssel egyszer a szívemet elcsitítom, másszor meg a sírást abba hagyom, mert könnyű betelni fagyos zokogással. Annyira mindet sem siratom, noha búsulok értük, mint amaz egyet, akit ha eszembe idézek, az álmot gyűlölöm, és az evést, az akhályok közt soha egy sem tűrt, s fáradt annyit, mint ő, Odysseus. Neki fájó sors volt része, nekem pedig érte örök szomorúság. Annyira hosszan van már távol, s nem tudom, azt sem éle, avagy meghalt. Bizonyára zokognak is érte Laertész az öreg, s a szilárd szívű Penelopeia, s Telemachosz, ki alig született, s neki mennie kellett. Szólt, s zokogás vágy kért most apja miatt a fiúban.
Apja nevét halván könnyét hullatta a földre, és bíbor köpenyét tüstént odavont a szemére két kézzel. Hanem ezt meglátta a hős Menelaus, s fontolgatta utána a lelkében s a szívében, apja felől, hogy az ifjút hagyja-e szólni először, vagy hamarabb kérdezze ki, és tegye őt próbára. Míg ezt hányta vetette a lelkében s a szívében, jött Heléné magas illatozó háló tereméből, s mint az aranyrokkájú Artemis, éppen olyan volt. Andrészté a kecses széket tüstént odatette, Alkippé puha gyapjú szőnyeget is terített rá, s Fülo hozta ezüst kosarát, mit adott neki egykor Alkandré Polybosz felesége egyiptomi földön, Tébaiban, hol a legtöbb kincs van a házak ölében. Drága ezüstkádat kettőt is adott az a hősnek, véle tripuszt kettőt, 10 mérték színaranyat még. S szép adományt Helénének adott külön is felesége, rokkát, színaranyat, kerekes kosarat meg ezüstből, melynek ugyancsak arannyal volt csinosítva szegélye. Fülo szolgáló ezt hozta be, és odatette drága fonállal megterhelten. Rajta az orsó állt magasan, violás színű, puha gyapjú pehelyel. Ő meg a székre leült, melynek lábzsámolya is volt, s mindenről így kérdezgette azonnal a férjét. Tudjuk-e, Zeus táplált Menelaus, hogy kik ez ifjak? Miért jöttek, mit vallanak ők ide most palotánkban? Mert vagy igaz, vagy sem, de kimondani késztet a lelkem, nem láttam soha még, aki bárkinek ennyire mása, sem férfit, sem nőt, ha tekintem a bámulat elfog, mint ahogy ez tűrő lelkű Odysseus gyerekének, Telemachosnak mása, kit ő otthon csecsemőként hátrahagyott, mikor értem, az ebszeműérti akhályok Trója alá indultatok el véres viadalra. Erre a szőkehajú Menelaus válaszul így szólt. Asszony, amit te olyannak látsz, magam is figyelem már, mert bizony ő neki éppen ilyen keze, lába, szemének pillantásai és feje és fönt hajkoronája. S most is, amint én emlékeztem a hős Odysseusról, s elmondtam, hogy az én dolgomban mennyi siralmat tűrt el, a vendégnek szemehéje alól keserű könyhult, s bíbor köpenyének szárnyát vont a szemére. Néki a Nestor saj Peisistratos adta a választ. Atreides Menelaus, Zeus saj nép fejedelme, annak a gyermeke ez, sejtésed jó, akiről szólsz. Csak hogy józan eszű, s bosszús is lenne magára, hogyha amint ideér fecsegő szavakat haigálna, míg valamint Isten hangját élvezzük a hangod. Engem meg Nestor küldött, a geréni lovak, hogy kísérője legyek hozzád, mert látni óhajtott, hogy számára szabad vagy tetted lenne segítség. Mert sok kint kell ám a fiúnak tűrnie otthon. Apja, ha messze szakadt, s neki nincsen más segítője, mint eme Telemachosnak is elment messze az apja, s községében sincs ki elűzze a bajt, ami éri. Erre a szőkehajú Menelaus válaszul így szólt. Jaj, de nagyon szeretett társam fia jött palotámba, itt van. Azé, aki értem fáradt sok hadipróbán, s hittem, vendégül látom, szívesebben az összes argoszinál, ha megadná majd kettőnk hazatértét fürge hajókon Zeus, az olimposzi messzire dörgő. Argoszi várost adtam volna, remek palotát is, elhozván Itakából őt, vagyonát, gyerekét is, és népét, kiürítve előbb egy jókora várost, körbelakókét, kiknek az én szavam osztja parancsát. Jártunk volna sűrűn egymáshoz, s már soha többé el nem váltunk volna, hanem szeretetben, örömben élnénk, míg feketén a halál felhője be nem föd. Csak hogy már bizonyára sokalta-e tervet az Isten, az, ki csak őt nem hagyta szegényt hazatérni honába. Szólt, s zokogás vágyat keltett vele mindegyikükben. Argoszi szép Heléné zokogott, Zeus isteni lánya. Telemachos zokogott, s vele Atreides Menelaus, s még Nestor fiú sarjának se maradt szeme száraz,
mert gondolta szívében a gáncstalan Antilokoszra, akit ragyogó Éosz fényes fia ölt meg a harcban. Ő rá emlékezve beszélt, szárnyas szavakat szólt. Atreidész, te a legbölcsebb vagy a földi lakók közt. Mondta az Agnestor mindig, ha te rólad esett szó termeiben, mikor egymást kérdezgetve beszéltünk, hát most is, ha lehet, hallgass rám. Nem lelek ám én sírásban vacsorázás közben gyönyör, de meg aztán kél ki a hajnal a ködből már. Noha el nem ítélem, hogyha azért zokogunk itt, elért a halál meg a végzet. Mert a szegény holtak számára egyetlen ajándék, hogyha lenyírjuk a fürtünket, s könyv fut le az orcán. Hisz nekem is meghalt testvérem az argosziak közt nem leghitványabb, de hiszen tudod is bizonyára. Én ugyanis sohasem láttam, mondják, kimagaslott Antilokhoz, gyors volt a futásban, bajnok a harcban. Erre a szőkehajú Menelaus válaszul így szólt. Kedvesem, úgy szóltál, ahogyan bölcs férfiú szólna és cselekedne helyedben, az is ki te nálad idősebb, mert hiszen édesapád is olyan, hát bölcs a beszéded. Könnyű felismernünk oly férfi fiát, kit a nagy Zeus nászakor és születésekor is bőségre jelölt ki, mint ahogyan Nestornak is ím ezt adta. Öregszik ő maga gazdagon és szép lassan a termei mélyén, s gyermeke mind okos és mind nagyszerű dárdavetésben. Hát hagyjunk föl a sírással, mely imént Mireánk tart, s gondoljunk vacsoránkra megint, vizet öntve kezünkre. Majd ha a hajnal kél, lesz még hisz elég szava úgyis Telemakosznak hozzám, s nékem Telemakoszhoz. Szólt, mire Aszfalion a kezére hamar vizet öntött, gyors fegyvernöke nagy Menelaosz büszke királynak, s ők kirakott kész étkek után kezüket kivetették. Mást gondolt ekkor Heléné, Zeus isteni lánya. Lopva varázsos szert hintett, amit ittak a borba, fájdalom és haragűzőt, mely feledést hoz a bajra mindre. Ki ezt miután keverőbe keverve lenyelte, aznap az orszáján nem perdül végig a könnye, és még akkor sem, ha az apja, az anyja hal is meg, vagy ha a testvérét vagy drága fiát a csatában érckelevész veri át, s ő ezt maga látja szemével. Zeus lányának ilyen bűvös szere volt, okos ésszel elkészítve, amit Pöludamna adott felesége Tónnak, egyiptomi nő, hol a termőföld az ilyenben legdúsabb. Sok a hasznos fű ott, és sok a gyilkos. És aki ott él, mind bölcs orvos a földi lakók közt, mert az egész nép Paéontól származik ottan. Ezt beledobta, s a bortöltésre kiadta parancsát, majd pedig ismét így szólalt a szavával urához. Zeus táplálta dicső Menelaosz, s oldala mellett nagy nevű hősök sarja. Zeus bizony ennek, amannak jót oszt, rosszat is ad, mindent tehet ő, amit óhajt. Most hát üljetek, és lakomázzatok itt a teremben, s élvezzétek a szót, mivel illő lesz a beszédem. Mert sose tudnám mind elmondani, sorra nevezni tűrő lelkű vitéz Odüsszeusz sok bajnoki tettét. Ám de mit is tett még, s mit tűrt ez a nagyszerű férfi Trója alatt, hol a sok bajt szenvedtétek, akhályok. Elborította saját testét ott csúnya sebekkel, és vállára vetett rozsákot, mint aki szolga, széles útú várába az ellenségnek ekép szállt. Így álcázta magát. Hadd nézzék kéregetőnek őt, aki lent az akhái hajók közt épp nem olyan volt. Így lépett be a várba, s a trószok mind gyanú nélkül szemlélték, csak is én ismertem rongyaiban föl. Kérdezgettem is, ám ravaszul kikerülte a választ. Csak miután megfürdettem, s megkentem olajjal, köntöst adtam rá, s esküdtem erőszavú esküt, hogy föl nem fedem addig a trójaiaknak, ameddig vissza nem ér az akhály sátrakhoz, a fürgehajókhoz, ekkor mondta csak el mindazt, mit a népe kitervelt. És sok trójait is ledöfött hosszúhegyű érccel, így ért vissza az argosziakhoz, s vitte tudását.
Ekkor a többi trójai nő zokogott. De nekem már szívem örült, mert megfordult, s vágyott hazatérni, és már bántam a vakságot, mire Afrodité vett rá, mikor elvezetett oda, áldott itthoni földről, és elhagytam a lányom, a hálótermem, a férjem, őt, ki mögötte, kinek se maradt elmében. Alakban. Erre a szőkehajú Menelaosz válaszul így szólt. Asszony, amit mondtál, úgy mondtad, mint ahogy illik. Már sok hős eszejárását és szándoka mélyét ismertem meg. Elég földet jártam be idáig, ám de sose láttam szemeimmel olyant, aki úgy tűrt, mint tűrőlelkű Odysseus kedves szíve szokta. Íme, mit is tett még, s mit tűrt ez a nagyszerű férfi bent a gyalult lóban, melyben mi a legderekabbak ültünk, csúnya halált s vészt víve a trójaiakra. Hát odajöttél te, s hiszem is, hogy egy Isten akarta így, ki a trószoknak kívánt hírt és nevet adni. Isteni képű Deifóbosz sietett a nyomodban. Háromszor jártad körül és tapogattad az öblös rejteket, és úgy szólongattál néven egyenként minden legderekabb argívot az asszonya hangján. Én pedig, és Tüdeusz fia is, meg a fényes Odysseus ott ülvén közepütt, hallottuk a hivogasásod. Ketten erősen akartunk akkor az indulatunkban vagy kirohanni, vagy onnan bentről visszafelelni. Ám Odysseus óvott, nem hagyta, akárhogy akartuk. Hát az akháj fiakot mind szépen csendben maradtak, Antiklosz kívánt egyedül szavaidra felelni. Csak hogy Odysseus szájához szorította erősen izmos két tenyerét, megmentve egész seregünket, s ott tartotta, amíg el nem vitt téged, Athéné. Erre a jóeszű Telemakhosz neki válaszul így szólt. Atreides Menelaosz, Zeus sarj, népfejedelme, még szomorúbb, hogy a gyászos vég őt így is elérte. Szíve akár vasból lett volna, mi sem segítette. Rajta azonban küldjetek el lefeküdni, hogy immár édesízű álomba gyönyörködjünk heverőnkön. Szólt, s Heléné a lányoknak ki is adta parancsát, vessenek ágyat a tornácon, ragyogó takarókat, bíborszínűeket, meg szőnyegeket tegyenek rá, s bolyhos gyapjú köpenyt is még tegyenek tetejébe. Mentek a nők kifelé, fákját hordozva kezükben ágyat vetni. A két ifjút kivezette a hírnök, ők hát kindőltek le a tornácon nyugovóra, Telemakhosz hős és Nestor ragyogó fiú sarja, s Atreides a magas háznak zugolyába pihent le, és mellé Heléné nagyuszájú isteni asszony. És hogy a rózsásújú hajnal kélt ki a ködből, serkent ágyáról riadó hangú Menelaosz, öltönyt öltve, hegyes kardját vállára kötötte, majd gyönyörű saruit ragyogó talpára csatolta, s hálóterméből indult ki, akár csak egy isten. Telemakhosz mellé odaült, szót szólva kimondta. Mi szükség vezetett ide téged, Telemakhosz hős, szép Lakedaimonunkba a tenger tágterű hátán? Népügye vagy magadé? Szólj erről híven igaz szót. Erre a jóeszű Telemakhosz neki válaszul így szólt. Atreides Menelaosz, Zeus sarj népfejedelme, eljöttem, mertán hírt tudsz nekem adni apámról. Házam emésztődik, s oda van dúsföldem egészen. Rossz akarók töltik meg a házam, kik nekem egyre sűrű juhom, s csámpás léptű barmom kaszabolják. Édesanyám kérői a szörnyen hegykelegények. Hát térdethez elérve könyörgök. Vaj, ha akarnád édesapám nyomorult végét elmondani, hogyha vagy láttad, vagy akár mástól hallottad a hírét, merre bolyong, hiszen oly nyomorultnak szülte meg anyja. Restelkedve a szót, sose szépítsd, szánni ne óhajts, ám de amit tettél, őszintén mond nekem azt el.
esdekelek, ha az édesapám jó bajnok Odüsszeusz szót vagy tettet ígérve neked, megtette valóban Trója alatt, hol a sok bajt szenvedtétek, akhályok, emlékezz most rá, s mondj nékem híven igaz szót. Felsóhajtva felelte a szőkehajú Menelaosz. Jaj, bizony, így nagy hős és bátor férfiú ágyát óhajtják heverőhelyül ők, akik annyira gyávák. Mint amidőn az erős, nagy oroszlán bércit anyáján hagyja szopós kicsi borjait, és tovaszökkel a szarvas erdős hegyhátakra, füves völgyekbe legelni, az pedig egyszer csak hazatér, meglátja az ágyát, s mindkettőnek a csúfos véget hozza magával, nékik a csúf véget majd épp így hozza Odüsszeusz, bár csak Zeus atya Pallas Athenei meg Apollón lenne olyan, mint volt jól épült Leszboszon egykor, hogy Filoméleidésszel kélt vetekedni birokra, s földre vetette keményen. Örültek az összes akhályok. Hát kérők közibé, ha akép keveredne Odüsszeusz, mind gyors végzetű lenne, keserves nászú azonnal. Most, amit én tőlem kérdez könyörögve, a kérdést nem kerülöm ki, nem is kívánlak félrevezetni. Mit nekem elmondott a vizeknek igazszavú véne, abból szót sem hallgatok el, sose rejtem előled. Bár hazavágytam, az istenek ott tartottak Egyiptom nagy folyamán, mert áldozatot bemutatni felettem, már pedig azt várják, hogy ügyeljünk rendeletükre. Van bizonyos sziget ott, a zajongó tengeri árban szemben Egyiptommal, Fárosz, ez neve annak a földnek, annyira messze, amennyit egy öblös bárka egész nap fut be, ha hátulról sivító szél fújja a vásznát. Jó kikötőjéből az arányos testű hajókat, hogy a sötét vizet ott fölvettek, az árra taszítják. 20 napon át tartottak az istenek ott, a szelek sem jöttek, a sós vizen átfúvók, mik a fürge hajókat otthonokig kísérik, a tenger tágterű hátán. Útravalónk már-már kifogyott, s vele életerőnk is. Csak hogy a nem múlók közül egy megszánt és kisegített, lánya a szörnyű erős Proteusznak, a tengeri vénnek, Eidotéé. Neki indult meg legjobban a szíve. Jött, mikor én egyedül társaktól messze bolyongtam, mert azok egyre a part mentén ődöngve haláztak. Kampós horgokkal, s hasukat kínoszta az éhség. Ő odaállt elibém, és hozzám így szavakat szólt. Ennyire balga vagy, idegen, mond, így esze bomlott, vagy szívesen hagyod el magad, és örvendsz is a bajnak, mert így hosszan időzöl a földön, s nem jut eszedbe semmi kiút, pedig embereidnek sorvad a szíve. Így szólt, s én szólalva ekép adtam neki választ. Megmondom neked, istennők közt bárki vagy, halld, én e helyen nem akarva időzöm. Csak bizonyára megsértettem a nem múló örök égi lakókat. Most pedig azt árult, elhisz, mindent tud az Isten, hogy melyik égi lakó tart vissza, utam lekötözve, s hogy hogyan érhetnék haza már a halas habon által. Szóltam, s válaszol így szólt rögtön az isteni úrnő. Ezt neked én idegen kijelentem igaz szavaimmal. Jár ide gyakran egy agg, ki a tenger igaz szavú véne, ő az egyiptomi nem múló Proteusz, ki a teljes tengermét jól ismeri, és szolgálja Poseidont. Azt mondják nekem, ő az apám, ő volt, aki nemzett. Hogyha te őt valahogy meg tudnád fogni, cselekkel, hát megmondja utad, megmondja az útnak a hosszát, és azt is, hogy hogyan érj haza már a halas habon által. És még azt is megmondja, te Zeus táplált, ha kívánod,
hogy házadba miros történt, s mi derék, amióta hosszú keserves utadra elindultál a hazádból. Így szólt. Én pedig így szókkal mondtam neki választ. Mondd ki magad, mi cselt kell vetnem az isteni agnak, hisztán még meglát vagy megsejt és tova illan, mert Istent a halandónak bajosám leigázni. Szóltam, s válaszul így szólt nyomban az isteni asszony. Ezt neked én idegen kijelentem igaz szavaimmal, mert amidőn áthág a nap éppen az ég közepén már, akkor jön ki a partra a tenger igazszavú véne, míg a zefír fú, s őt beborítja az éjszínű tajték, és ha kiért, barlang üreges zugolyába lefekszik. Míg körülötte a szép vízitündér sarjai fókák sűrű csoportban alusznak, az ősztengert odahagyva, s mély tenger keserű szaga száll ki az orlukaikból. Én odaviszlek téged, amint felfénylik a hajnal, és odafektetlek. Válaszd meg a társaidat jól, jó evezőpadú bárkát, három legderekabját. Minden rettenetes fortéját halld meg az agnak, megszámolja, bejárja a fókákat legelőször. És miután mind látta, és ötönként számba vehette, ő a középre hever, mint pásztor a nyáj közepére. Hát mihelyest meglátjátok, hogy a parton elalszik, gondotok akkor már az erő legyen is, az erőszak. Fogni, ha szökni akar, s ott tartani, bárhogy igyekszik. Mindenné próbál változni, ahán csak a földön van csúszómászó, s vízzé, lobogó tűzű lángá, ám ti szilárdan tartsátok, s jobban leszorítva. Csak mikor ő maga fog végül kérdezni szavával, s éppen olyan lesz, mint amilyen volt, hogy lefeküdt ott, akkor elég az erőszakból, engedd el az aggot, bajnokom, és kérd meg, ki az égi lakó, ki neheztel rád, s hogyan érhetnél haza már a halas habon által. Így szólván lemerült a magas hullámú vizekbe. Én meg a bárkákhoz mentem, melyek ott a fövenyben álltak, és háborgott a szívem mentemben erősen. És miután odaértem már a hajókhoz, a vízhez, ott vacsorát készítettünk, s hogy az ambrósziás éj jött, lefeküdtünk végre a tenger torlata mellett. És hogy a rózsásújjú hajnal kért ki a kötből, akkor a széles utú tengerpartjára kimentem, hosszan az isteneket kérlelve. Kivittem a három társat is, azt, akiben legjobban bíztam a bajban. Szállt le az istennő a vizeknek széles ölébe, s négy fókának a bőrét hozta magával a mélyből, frissen nyúzottat, s apjának a cselt kieszelte. Mert négy fekvő gödröt vájt be a parti fövenybe, s odaülve bevárt. Mi egész közelébe kerültünk, sorba lefektetvén bőrrel borította be testünk. Ám iszonyú lett volna el les, hisz a tengeri fókák förtelmes szaga orrunkat kínozva facsarta, tengeri szörnyetegek mellé kifeküdne örömmel, megmentett mégis, kieszelt egy nagyszerű szert is, mindegyikünknek az orra alá nemes ambrósziát tett, édesen illatozót, hogy a szörnyek rossz szaga szűnjék. És mi egész reggel vártunk ott nagy türelemmel. Végre a fókák jöttek a vízből sűrű csapatban, és lefeküdtek sorban a tenger torlata mellett. Délfele jött az öreg, ki a vízből látta a hízott fókákat, végig számlálta, bejárta egészen. Minket vett legelőször számba a szörnyetegek közt, nem gyanította a cselt, azután maga is lefeküdt ott. Hát mi rikoltva rohantunk rá, s a kezünk kivetettük teste köré. De az agg se felette cseles tudományát, mert legelőször oroszlán lett ő sűrű sörényes, és azután sárkány spárduc és nagy termetű vatkan. Végre folyékony víz és nagyfa magas koronájú tartottuk makacsul, tűrő lélekkel azért is. Végül is elfáradt a cseles tudományú öreg más, ekkor eképpen szólt hozzám, kérdezve szavával. Atreus gyermeke, mely Isten segített e tanáccsal, hogy cseltves nekem is, és így elfog. Mondd ki, mit óhajtasz.
így szólt, és én szólalva eképp adtam neki választ. Jól tudod, Agg, minek is kérdett csavaros szavaiddal, hogy mi régen időzöm-e földön, s nem jut eszembe semmi kiút, s ez alatt kebelemben sorvad a szívem. Most pedig azt áruld el, és minden tud az Isten, hogy mely égi lakó tart vissza, utam lekötözve, és hogy hogyan érhetnék haza már a halas havon által. Szóltam, és azonnal eképpen szólt szavaimra felelve. Zeusnak kellett volna, s a többi nagy égi lakónak áldozatot bemutatnod szépet, hogy hazatérhess mentül előbb a hazádba a borszínű tengeren által. Mert sorsod, hogy a kedveseid nem látod előbb meg, s jól épült házadba sem érsz el az otthoni földre, míg égből eredő Aigyptos szent folyamához nem térsz vissza, előbb, és nem járulsz áldozatokkal tágterű égbe lakó, örök életű isteneinkhez. Így adják meg az istenek azt az utat, mire vágyol. Szólt, és elakadt nyomban kedves szívem dobogása, mert hiszen újra kiküldött engem a hosszú, veszélyes útra, Egyiptom földje felé a ködös vizen által. Így is választ adtam azonban szólva szavakkal. Mindezt megteszem én, öreg, úgy, ahogyan te kívánod. Most pedig áruld el nekem azt, és szólj egyenes szót, sértetlen hazatértek-e bárkán, mint az akhályok, kiktől Nestor s én elváltunk Trója alatt még, vagy Voltán ki keserves véggel halt hajóján, stán a szerettei karjai közt harcát befejezvén. Szóltam, azonnal eképpen szólt szavaimra felelve. Atreides, minek is kérdez? Nem kell, hogy amit csak én tudok, azt megtudd, vagy megsejtsd. Úgy se sokáig lesz a szemed száraz, miután meghallod a választ. Mert közülük sokan elpusztultak, sok pedig él még. Ám de vezér csak kettő halt meg a vértes akhályok közt hazauton. A harcba velük voltál magad is még. Egy pedig él valahol, de a tágterű víznek a fogja. Ajász! Jó evezős gályáival érte halálát, őt legelőször a gyűrai nagy sziklára sodorta, s megmentette Poszeidaon a habok közepéből. Stán még megmenekül, bárhogy gyűlölte Athéné, hogyha nem ejt ki dicsekvő szót, nem sújtja a vakság, hogy lám megmenekült, pedig isteneink nem akarták. Meghallotta Poszeidaon, mint kérkedik Ajász, hát szigonyát izmos markába ragadta azonnal, és lecsapott vele, kettészelte a gyűrai szirtet, egyfele állva maradt, de a csúcsa a habba zuhant be, az, melyen Ajász ült, amikor sújtotta a vakság, és lesodorta magával a habzó mélyölű árba. Így amaz ott pusztult, miután sok sós vizet is nyert. Még a te testvéred kikerülte a vészt, s tovasiklott öblös bárkákkal. Héré segítette az úrnő. Ám de amint a malejai szikla magas meredélyét csak nem elérte, a szélvész jött, és messze ragadta át a halashab háta fölött, míg nyögve kesergett, messze határszélikol házát lakva, Tüesztész élt egykor, s most Aigisztosz, ki az ő fia, lakta. És mikor onnét is biztosnak tűnt, hazatértük, s fordítottak a szélen az istenek, és hazaértek, akkor boldog örömmel szállt ki az otthoni földre, megcsókolta, megérintvén a hazát, kiomoltak forró könnyei, így megörült meglátva a földjét. És őt egy szikláról meglátta az őr, kit a csalfa Aigisztosz küldött oda, ígért dupla talentum jó aranyat bérül, s az egy évig félve vigyázta, hogy be ne toppanjon váratlanul és csatozaljon. Vitte a házba a hírt, hogy a népek pásztora tudja, s Aigisztosz kieszelte hamar tervét, a csalárdat. 20 legerősebb férfit választott ki a népből, lesre, de más oldalt lakomát készíteni rendelt.
Ő maga ment Agamemnont hívni a nép fejedelmét, szállt lovon és szekeren, gonoszat forgatva fejében. S őt, aki vészt nem sejtett, felkísérte, leölte vendégelvén, mintha ki barmot jászol előtt öl. Atreidész követői közül bizony egy se maradt meg, s Aigisztos követői is elhullottak a házban. Szólt, s elakadt nyomban kedves szívem dobogása. Sírtam a parti föveny közepébe leülve, s a szívem élni se vágyott már, sem látni a napragyogását. Ám miután hánykódva beteltem a nagy zokogással, akkor ekképp szólalt meg a tenger igazszavú véne. Atreusz gyermeke, már ne zokogj így, ennyire hosszan, szüntelenül, mert célt sosem érünk. Legsebesebben úgy igyekez, hogy már hazatérhess otthoni földre, mert lehet élve találod Amaszt, de lehet, hogy Oresztész már meg is ölte előbb, s temetésén érsz oda éppen. Szólt, mire már kebelemben a szívem s bajnoki lelkem fölmelegült ismét, noha még búbánat igázott, és az öreghez ekép szóltam szárnyas szavaimmal. Róluk hát tudom ezt. De nevezd meg a harmadik embert, azt, amelyik még él, aki fogja a tágterű víznek, vagy ha halott is, akárhogy fájjon, tudni kívánom. Így szóltam, mire ő így adta azonnal a választ. Laertész fia az, s Itakában lakja lakását. Egy szigeten láttam, szaporán hullatta a könnyét messze, Kalipszó nimfa lakában. A nimfa erővel ott tartja, s nem tud hazaérni az otthoni földre, mert hisz nincs neki jó evezős bárkája, se társa, hogy hazajuttatnák a vizeknek tágterű hátán. Néked meg nem végzetted azt, te nemes Menelaosz lónevelő Argosz mezején, hogy leld a halálod, ám de az istenek Elysion mezejére, s a földnek végére küldenek el, hol a szőkehajú Radamantus úr, s hol a legkönnyebb lét várja a földi lakókat. Hó nem esik, viharok sose dúlnak, nincs soha zápor, éles hangú zefír szelefú csak folyton e tájon, okeánosztól jő, hogy az embereket felüdítse, mert a tiéd Heléné, s számukra te Zeus veje is vagy. Így szólván lemerült a magas hullámú vizekbe. Én meg a bárkáimhoz eredtem, az isteni társak vélem, s háborgott a szívem mentemben erősen. És miután odaértünk már a hajókhoz, a vízhez, ott vacsorát készítettünk, s hogy az ambrósziás éj jött, lefeküdtünk végre a tenger torlata mellett. És hogy a rózsásújú hajnal kélt ki a ködből, akkor először a bárkákat vontuk ki a vízre, árbocot állítván fölvontuk a vásznat a bárkán. Fölszálltunk szaporán, evezők mellé telepedtek, sorba leülve az ősztengert evezőkkel ütötték. Újra csak Aigyptosz mennyből eredő folyamánál állt a hajónk, s a tökéletes áldozatot bemutattam. S megbékítve az isteneket, sírdombot emeltem ott Agamemnonnak, hogy a híre örökre lobogjon. Ezt elvégezvén hazamentem, az istenek adtak jó szelet, és szeretett földemre hamar röpítettek. Ám de maradj még itt vendégül a házam ölében, míg 11, és azután még egy nap nem telik itt el. Szépen küldlek el aztán ékes ajándokot adva, 3 szép paripát, legyalult szeker, egy gyönyörű szép serleget is, hogy majd vele áldozz isteneinknek, és mikor áldozol, emlékezz rám minden időben. Erre a jó eszű Telemakosz neki válaszul így szólt. Atreidész, sose tartóztas itt hosszú időre, mert hiszen ülnék én nálad kerek évig örömmel, s el nem fogna a vágy látnom szüleim vagy a házam, oly gyönyörűséggel hallom szavait s a beszédet, csak hogy a társak várnak rám, s oda már a türelmük ott szentföldű Pűloszban még nagy időre marasztalsz, s amit adni kívánsz,
Legyen az valamely feküvő kincs. Nem viszek én paripát Itakába, neked hagyom itten. Büszkélkedj vele aztán is. Te a tágterű síknak vagy fejedelme, ahol bővennő, lóhere, bükköny, búza is éppen elég, tönköly, s vele hószínű árpa. Nincs Itakában elég tágpálya futásra, mező sincs. Kecskét tart, de a lónevelő föld nincs olyan édes. Mert sziget egy se való a lovaknak, nincs legelőjük, s ez még annyira sem, mint bármely másik a vízben. Szólt, mire elmosolyodva felelt harsány Menelaus, megsimogatta szelíd kézzel, szót szólva kimondta. Hogy jó vérből vagy, kedves fiam, a szavaidból meglátszik. Hát jó, hisz megtettem, kicserélem, és ama sok kincsből, ami csak hever itt palotámban, legbecsessebbet s legszebbet fogom én neked adni. Szép mívű vegyítő vödröt fogok adni. Ezüstből készül teljesen, és az arany beborítja szegélyét, Hephaistos kezemunkáját. Hős Phaidiomosz adta Szidóniak fejedelme, mikor palotája fedett be, még hazatértemkor nekem, ezt szánom neked íme. Ők egymással ilyen szavakat hallatva beszéltek, s jöttek a vendégek, s a királyházába betértek. Hajtottak juhokat, vitték be a jó erejű bort, és kenyeret küldtek be a szép fátlas feleségek. Hát így foglalatoskodtak lakomával a házban, és ez alatt Odüsszeusz termének előtte a kérők dobva korongokat és kelevészt haigálva mulattak, jól döngölt talajon, nagy döj fel, akár ezidáig. Antinosz pedig ott ült isteni Eurymakosszal. Kérők két vezetője, közöttük a legderekabbak. Most pedig ím Froniosz fia jött közelükbe, Noémon, s Antinosz szólítva meg így kérdő szavakat szólt. Antinosz, mondd, tudja-e vagy nem tudja az elménk, Telemakhosz mikor ér ide vissza Pülosz fövenyéről? Fürge hajómmal ment, s a hajó most kellene újra tágas táncterű Élisz iránt átkelni. 12 kancám ott van, s munkabíró összvérek alattuk, mint betöretlen, hoznék egyet törni igába. Szólt, mire mind megdöbbentek, nem vélte egyik sem, hogy Néleuszi Pülosba eredt. Hitték, hogy a földjén jár valahol, vagy a kondásnál, vagy nézi a nyáját. S Eupeitész fia Antinosz neki válaszul így szól. Mondj igazat, mikor indult el, kik voltak az ifjak, kik vele mentek. Válogatottak? Vagy csak a bérelt emberek és szolgák? Hiszen ezt is végbe vihette. És mondd nekem azt is el őszintén, hadd tudjam egészen. Barna hajód elvette durván, bár nem akartad, vagy pedig átadtad, miután kérlelt a szavával. Néki eképpen szólt Froniosz fia erre, Noémon. Én adtam neki át. Más mit tett volna helyemben, hogyha egy így nemes ifjúnak tele gondol a lelke és úgy kér? Súlyos lett volna nem adni meg ennyit, s ifjak, a községből, kik utánunk legderekabbak, ők voltak követői. S láttam, hogy vezetőjük mentor, vagy valamely isten bizony éppen olyan volt, ám de csodálom is ezt, itt láttam az isteni mentort tegnap hajnalidőn, noha véle Pülosba hajózott. Így szólt, és azután haza is ment apja lakába. És ekkor a két kérőnek döjfös lelke felindult, s ültették le a többieket szüntetve a versenyt. Eupeitész fia Antinosz nekik ekkor ekép szólt bosszúsan. Feketébe borult kebelét iszonyú dű duzzasztotta, s olyan volt két szeme, mint lobogó tűz. Jaj, bizony, itt nagy művet vittek végbe kevélyen, Telemakosznak ez útját, bár véltük sose lesz meg. Lám az a gyerkőc így sokak ellen azért is elindult, s bárkát vitt, meg a legderekabb követőket a népből, s majd gonoszabbakat is megtesz még, bár csak a nagy Zeus pusztítaná el az ő erejét, mielőtt fölserdül. Most hát fürge hajót kérek, 20 társal az útra,
hogy neki csapdát állítsak, s jöttére vigyázzak jól, meredek kövecse Számosz és Itaké szorosában, hogy keserű legyen apjáért tett tengeri útja. Így szólt, és a szavát dicsérték, mint helyeselték, majd fölemelkedtek, s Odüsszeusz házába eredtek. Nem maradott hosszan már Penelope se tudatlan arról, mi tervet főztek ki szívükben a kérők, mert elmondta Medon híradó, ki az udvar előtt állt és meghallotta, amint odabent tervük szövögették. S ment be a házba, hogy azt hírül vigye Penelope-nak, s még a küszöbnél járt, mikor így szólt Penelope-ja. Hírnök, a büszke szívű kérők te veled mit üzennek? Tán, hogy szolgálói az isteni hős Odüsszeusznak munkájuk hagyják, s ahelyett lakomájukat adják. Bárcsak míg kérnek, míg innen messze se térnek, most ennék az utolsó és végső lakomájuk. Sűrűn e házba sereglők, kik nyírjátok örökké bölcsesült Telemakhosz vagyonát. Hát tán sose mondták még az apáitok egykor nektek, kisgyerekeknek, hogy hozzájuk Odüsszeusz, míg itt élt, milyen is volt. Senkit a népből meg nem bántott. Rossz szava se volt senkihez, itt pedig így szokták a dicső fejedelmek. Van, kit gyűlölnek, s van, akit kedvelnek a nép közt. Ő bizony itt gonoszat sohasem tett senki fiával. Míg ti gyalázatosat műveltek, a lelketek is rossz. Látszik, a jó tettért sosem ébred benne a hála. Válaszul így szólt erre Medon, az okosszavú hírnök. Úrnőm, bárcsak a leggonoszabb ez volna a pajban. Csak hogy még sokkal többet iszonyúbbat akarnak tenni a kérőid, mire őket Zeus ne segítse. Telemakhoszt el akarják veszteni ők hegyes érccel, majd amikor hazatér, mert apja felől tudakozni ment szentföldű Pűloszba, s az isteni spártai földre. Szólt, mire annak a térdes a kedves szíve elernyett, és szavakat hosszan nem lelt, de a két szeme könnyeltelt meg teljesen, és elakadt zengő szavú hangja. Végül is így szólott, későn így adta a választ. Miért kelt útra, fiam hírnök? Gyors röptű hajókra szállnia nem kellett, mik a tág tenger paripái, férfiakat szolgálva s a nedves tért szelik által, tán csak azért, hogy még neve is pusztuljon a földről. Válaszul így szólt erre Medon, az okosszavú hírnök. Nem tudom én, hogy egy isten serkentette, vagy tán lelke kívánta Pűloszba kiküldeni, hogy tudakolja apjának hazatértét, vagy hogy a vége milyen volt. Így szólt, és Odüsszeusz házán átment el a hírnök, Penelopét pedig elborította a lélekölő kín, Számos széke közül nem bírt egyikre sem ülni, sok díszű hálóterme előtt odaült a küszöbre, s ott zokogott keserűn. Körülötte jajongtak a lányok, mind az egész ház szolgálóinak ifja, öregje, s köztük erős zokogással ekép szólt Penelopeja. Kedveseim, bizony én nekem oly sok bánatot osztott Zeus, mint egynek sem, ki velem született, nevelődött. Hisz legelőször is elveszítettem oroszlán szívű hős uramat, ki olyan sok erénnyel tűnt ki a nép közt, roppant híre pedig Hellásztól Argoszig ért el. S most édes fiamat hurcolta el innen a szélvész termemből csúnyán, s nem tudtam róla, hogy elmegy. Hát nyomorultak. Nem volt köztetek egy se, ki engem fölvert volna az ágyamról, noha tudtam, mi készül, míg fiam útban voltam az éjszínű görbe hajóhoz. És csak tudtam volna meg én, hogy készül utazni. Itthon volna ma is, bármint sietett is az útra, vagy ment volna, de engem holtan hagyva a házban. Hívja a vén Dolioszt egyiktek azonnal elémbe, szolgámat, kit az édesapám jöttömkor adott még, és aki sűrű fájú kertemet őrzi. Siessen! S Laertész mellé odaülve beszélje el ezt mind, hát, ha az ag valamely tervet tud szőni szívében, tán kimegy, elpanaszolja a népnek, hogy kik akarják meggyilkolni az ő, meg a hős Odüsszeusz fiú sarját. Válaszul Eurykleia,
a kedves Dajka ekképp szólt. Édes lányom, akár ölj meg, ha akarsz, gonosz érccel, vagy tűrj meg termedben, a szót nem rejtem előled. Én bizony ezt mind tudtam, s készítettem, amit kért, édesbort, s kenyeret, de nagy esküt vett ki belőlem, hogy te neked nem szólok, amíg nem telt le 12 nap, vagy vágyvarejá meg nem hallott, hogy elindult, arcot szép bőrét zokogással, hogy ne gyötörjed. Inkább végy fürdőt, ölcs ünnepi tiszta ruhákat, szolgálóiddal felső házadba vonulva pajzsos Zeus atya lányához, Pallashoz imádkoz, ő azután fiadat kisegíti, akár a halálból. S bajjal a bajba borult öreget ne búsítsd. Sose hinném, hogy végképp meggyűlölték Arkeiszaidésznak nemzetségét isteneink. Lesz még, aki úrként bírja magas tetejű házát, s kint dúslegelőit. Szólt, és elcsitította jaját, szüntette a könnyét. Ő meg fürdőt vett, és öltvén tiszta ruhákat ment föl a felsőházba, a szolgálók vele mentek, ott a kosárba darát készítve be, kérte Athénét. Hallgasd meg szavamat, pajzsos Zeus gyermeke, győztes, bármikor is, ha a termeiben leleményes Odüsszeusz néked ökör vagy kos hájas combját sütögette, emlékezz most rá, és drága fiam, szabadítsd meg, és a gonosz, döjfös kérőket tőle elűzzed. Szólt, s fölsírt. Az imáját meghallgatta az úrnő. Ment meg, az árnyas termek ölén zsivajogtak a kérők, és egyik a fenhéjázó ifjak közt imígyen szólt. Választ már közülünk a sokat kért büszke királynő férjet, s még nem sejti, milyen vész vár a fiára. Így szóltak, de bizony nem tudták, hogy mi esett meg. Antinós pedig így szólt köztük szónoki szóval. Estelenek! Hagyjátok a döjfös büszke beszédet, mert még lesz, aki hallja, s a hírt elmondja a házban. Induljunk inkább, s csendben végezzük e tervet, mindegyikünk szívének, amely most ennyire tetszik. Így szólt, majd kiszemelt 20 férfit, a legderekabbat, s már indultak a tengerpartra a fürge hajóhoz. És a hajót legelőször a mélyebb vízbe kivonták, árbocot és vásznat raktak föl a barna hajóra, és evezőket is illesztettek a szíjkarikákba, mindet rendje szerint fölvonva a tiszta vitorlát. Fegyvert hoztak a döjfös szolgák mindegyiküknek, és a hajó nehezéket a vízbe kivetve kiléptek. Majd vacsorát ettek, s várták, hogy jöjjön az este. Közben a felsőházban okos szívű Pénelopeia már étlen szomjan lefeküdt, nem evett, nem ivott, csak hányta, vetette derékfia megmenekülé a vészből, vagy leigáztatiké a kevés kérők keze által. Mint ahogyan töpreng az oroszlán férfi sereg közt, félve, mikor cselesen közelednek, szűkül a gyűrű, így sűrű gondolatok közt lelte a mézizű álom, szunnyat hátrahajolva elernyett minden ízében. Ekkor az istennő mást gondolt, Pallas Athéné, képmást készített, ráadta egy asszony alakját, Iftimé volt ez, hőszívű Ikariosnak lánya, kit Euméloz vett el, s hazavitte Feraiba, s bajnok Odüsszeusz házához küldötte a képmást, hogy föllelje a sírva jajongó Pénelopeiát, s megszüntesse a sírását, könnyes zokogását. Hálójába retesz szíjánál szállt be az ajtón, és odállt a fejéhez, s hozzá így szavakat szólt. Alszol, Pénelope, s búsul a kedves szíved egyre. Csak hogy a gondtalan életű istenek azt sose hagyják, hogy sírj és keseregj, mert visszakerül fiad ismét, mert hisz nem tartják vétkesnek az égi lakók őt. Válaszul így szólt most az okosszívű Pénelopeia édes szunnyadozása alatt álmok kapujában. Drága hugom,
miért jöttél el? Hisz látogatóba nem jártál ezelőtt, mert messze van innen a házad, és azt akarod, hogy szüntessen meg a sűrű síralmat, s bánkódást, mely a szívem, a lelkem nyugtalanítja. Hisz legelőször is elveszítettem oroszlán szívű hős uramat, ki olyan sok erénnyel tűnt ki a nép közt, roppant híre pedig Hellásztól Argoszig ért el. S most szeretett fiam is tovasiklott görbehajóval, balgám, mert sem a tett, sem a szó még nem tudománya. Gyermekemért férjemnél is jobban zokogok még, reszketek érte nagyon, s aggódom, hogy baja támad ott, ahová megy, a népek közt, vagy a tengeri úton, mert sok a rossz akarója, ki cselt sző, és meg akarja ölni előbb, mint sem hazaérne az itthoni földre. Válaszul erre eképpen szólt a homályos képmás. Bátorság, sose félj a szíved mélyén így erősen, mert aki őt kíséri, olyan, hogy más is esengne értes az oltalmáért, mert van is arra hatalma. Pallas Athenai, aki téged szán nyavajádban, ő küldött ide engem is, ezt elmondani néked. Válaszul így szólt most az okos szívű Pénelopeia, hogyha te Isten vagy, s Istennek szózata küldött, kérlek, szólj a ma balsorsúról is nekem akkor, éle a földön még, s látja a nap ragyogását, vagy meghalts, ott van Hádész palotája ölében. Válaszul erre eképpen szólt a homályos képmás. Nem fogok én néked szakadatlan szólani róla, éle, avagy meghalt, kár mondani szélbevesző szót. Szólt, s a retesz mellett surrant ki a szí közelében, szélbe szaladt szélként. Fölöcsúdott álma öléből Ikarios szép lánya, s a kedves szíve meleg lett, mert igaz álomkép szállt hozzá éji fejéskor. Közben a kérők már kihajóztak a nedves utakra, tervezgették Telemachosz meredek veszedelmét. Van bizonyos sziklás sziget ott, a habok közepében, sziklás földű Számosz s Itaké közt, épp fele úton. Asteris, így hívják, nem nagy. Jó öblei vannak két oldalt, itt vártak lesben rá az akályok. Ötödikének. Odüsszeusz tutaja. Éosz ágyáról gyönyörű Titonossza mellől fölserkent, fényt hozni az ég és a földi lakóknak. Ekkoron ültek ülésbe az istenek, és a körükben fendörgött Zeus, akinek legtöbb a hatalma. Köztük Athéna sorolta Odüsszeusz sok nyavajáját, róla beszélt, mert bánta, hogy ott van a nimfa lakában. Zeus atya, és boldog sose múló égi lakók mind. Már ne legyen soha jó akaró, nyájas se, szelíd se, egy jogaras vezető se, ne tudja szívében a törvényt. Csak legyen indulatos mindig, gonoszul cselekedjék. Mert ki sem emlékszik már isteni jó Odüsszeuszra népe között, ahol úgy volt úr, mint jó szívű apjuk. Egy szigeten fekszik, s iszonyú nagy kínok emésztik, messze Kalipszó nimfa lakában. A nimfa erővel tartóztatja, s ezért nem tud hazaérni honába, mert is nincs neki jó evezős bárkája, se társa, hogy hazajuttatnák a vizeknek tágterű hátán. S most meg akarják ölni fiát is, a hőn szeretettet, majd amikor hazatér, aki apja felől tudakozni ment szentföldű Pűloszba, s az isteni spártai földre. Erre a felleg torlaszoló Zeus válaszul így szólt. Lányom, ugyan mély szó szökkent ki fogad kerítésén. Nem te magad tervelted el ennek a gondolatát, hogy rajtuk majd Odüsszeusz hazatérve megállja a bosszút? S Télemachosz te vezesd okos ésszel, hisz van erőd rá, hogy sértetlenül érjen el újra az otthoni földre, s a hiába kiszállt kérők hada visszahajózzék, mondta, s ekép szólt Hermeiászhoz, drága fiához. Hermész, hisz te amúgy is mindenben követünk vagy,
Mondd meg a szép fonatú nimfának. Biztos a döntés, tűrő lelkű Odysseus már haza kell, hogy eredjen, és Isten ne kísérje, halandó földi lakóse, ám sok eresztékes tutajon bajlódva bolyongjon, és 20. nap a sűrű rögű Szkériába elérjen, fajákok földjére, kik Istenhez közel állnak, s majd valamint Istent úgy tisztelik őt a szívükben, s elküldik bárkán szeretett földjére honának, és adnak neki ércet, arannyal, drága ruhát is, dússan, amennyi Trója alól sem hozna Odysseus, sértetlen, ha a zsákmányból vinné haza részét. Mert az a sorsa, hogy így láthassa szeretteit újra, s nagy tetejű házába kerüljön az otthoni földre. Szólt, s Argosz megölője, a hírnök, nem maradott rest. Mert gyönyörű saruját sebesen talpára csatolta, Ambrósziás aranyos saruját, mely a tengeri úton és a hatalmas földön vitte a szélfuvalattal. Fogta a pálcáját, melyel megigézi halandók közt, akinek csak akarja szemét, vagy szünteti álmát. Ezt markolva röpült ova Argosz erős megölője. Périán áthágva csapott le a vízre a légből, és úgy suhogott a habok hegyiben tova, mint a sirály, ha által a meddő sós víz, sok félelmetes öblén halra vadászva, tömött szárnyát megmártja a vízben. Torlódó habonát ugyanígy utazott tova Hermész. Végre midőn odaért már arra a messzi szigetre, ott a sötét lila tengerből a mezőre kilépett, és ment, még nem a nagy barlanghoz elért, hol a nimfa élt, az a szép fonatú, s őt otthon lelte lakában. Tűzhelye nagy lánggal lobogott, és szerte szigetjén cédrusok és hasadó tujafák jó illata szállott, míg égtek, s bent szép hangján danolászva a nimfa járt a szövőszéknél, és szőtt, vesszője arany volt. Két oldalt viruló erdő állt sűrűn a barlang mellett, nyárfa meg égerfas, jó illatú ciprus, rajta a szárnyaikat táró madarak raja fészkelt, ölyvek meg baglyok, s közelükben a tengeri varjak, nyelvüket öltögetők, mik a víz közelébe sürögnek, mély ölű barlangjának előtte körül buja széles szöllőtőke virult, gyönyörű fürtök borították, tiszta fehérvízű forrás négy folyt sorban előtte, jó közel egymáshoz, s kanyarogva ez erre az arra. Körben a zsengemezők violával, petrezselyemmel tarkállottak. A nem múló is e földre vetődve elbámul, s látványa felett örvend a szívében. Ott állt meg, s ámult Argosz megölője a hírnök. Majd miután mindent megszemlélt, lelkes örömmel nyomban a tág barlangba került. Meglátta Kalipszó, isteni úrnő, s el nem tévesztette személyét. Mert hisz a nem múló örök istenek ismerik egymást, s össze se tévesztik, lakjék bár távol az egyik. Csak hogy a nagyszívű Odysseust nem lelte meg ottben, mert az a vízpartján ült és sírt, mint azelőtt is, könnyel, sóhajjal, síralommal tépve a lelkét. Könyhullajtva meddő tengert nézte csak egyre. S Hermészt megkérdezte Kalipszó, isteni úrnő fényes székre leültetvén őt szép ragyogóra, miért jöttél te, aranyvesszős Hermész, ide hozzám tisztelt és szeretett? Sose jöttél sűrűn idáig. Mondd ki, amit gondolsz, megtennem sürget a lelkem, teljesítem, ha tudom, s a kérés nem lehetetlen. Lép beljebb, hogy ajándékom letehessem elében. Hát ezt mondta az istennő, és oda tette az asztalt, Ambrósziát tálalt, vegyítette a vérszínű nektárt. Ekkor evett, meg ivott Argosz megölője, a hírnök. Majd, hogy evett, s lelkét eledellel fölvidította, válaszul akkor eképpen szólt, szólalva szavakkal. Istennő, Istent kérdeztél engem, a választ megmondom neked őszintén, hiszen ezt is akartad. Zeus küldött ide engem erővel, bár nem akartam,
mert kiutaznék hát önként, így végtelenül sok sós vizem. Emberi város sincs a közelben, amelyből áldozatot kapnánk, kitűnő, kívánt hekatombát, csak hogy a pajzsos Zeus elméjét semmilyen isten rá nem szedheti, szándékát meg nem híjusítja. Mondja, hogy itt él nálad egy ember, a legnyomorultabb köztük, akik Priamosz váránál küzdve csatáztak hosszú 9 évig, majd földulván hazatértek újra, de közben megsértették Pallas Athénét, az meg bős szelet ébresztett s vele nagy habok árját. És jó társai akkor mind odavesztek a vészben, őt pedig erre a partra sodorta a szél meg a hullám. Zeus óhajtja, hogy engedd el, mennél hamarabb, mert nem kell messze szeretteitől itt vesznie néki, ám az a végzete, hogy meglássa szeretteit újra, s nagy tetejű házába kerüljön az otthoni földre. Megdermett e szavakra Kalipszó, isteni úrnő, s őt megszólítva ilyen szárnyas szavakat szólt. Szívtelenek vagytok, s minden másnál irigyebbek, istenek, és haragusztok az istennőkre, ha nyíltan kedves férjé téve egy embert ágyba fogadják. Így, mikor Oriont kiszemelte magának a hajnal, könnyű életű istenek, addig mart az irigység, míg az aranyszékű szűz Artemis Ortygiában gyöngéd nyilvesszőivel azt le nem ölte az égből. Szép vonatú Deméter is, amikor Jászonnal engedvén szívevágyának szerelembe vegyült el. Háromszor fölszántott földön, nem maradott Zeus róla tudatlan, elölte fehér villámmal a férfit. Most meg tőlem iriglitek, istenek, ezt a halandót. Bár én mentettem meg, amint szálfára tapadt volt egymaga, mert ragyogó villámmal fürge hajóját Zeus szétszelte, a borszínű víz közepébe szorítva. És jó társai akkor mind odavesztek a vészben, őt pedig erre a partra sodorta a szél meg a hullám. Én láttam szívesen, stápláltam, mondtam is egyre, míg örök életűvé teszem, és örökös fiatallá. Ám miután a pajstartó Zeuszt semmilyen isten rá nem szedheti, szándékát meg nem hiúsítja, menjen hát, ha ekébb buzdítja, sietteti őt Zeus meddő sós vizen át, de kíséretet én hogyan adjak, hisz nincs jó evezős gályám és embereim sem, hogy hazajuttatnák a vizeknek tágterű hátán. Ám de tanácsot adok szívesen, sose rejtem előle, hogy sértetlenül érjen egészen az otthoni földig. Néki eképpen szólt Argosz, megölője a hírnök. Hát csak ereszed el így, és féld Zeus szörnyű haragját, földühösödve nehogy haragudjék rád a jövőben. Így szólt, s már szállt is tova, Argosz erős megölője. És ekkora nagyszívű Odüsszeuszhoz ment el a fenkölt nimfa, mivel hallott, amit Zeus néki üzent volt. Ülve találta a parton. Nem száradt soha könnye, élete édes tartama így folyt el, hazavágyott bánatosan, mert már nem tetszett néki a nimfa. Éjeit ott töltötte azonban kényszerűségből, mélyölű barlangban, vágy nélkül a vágyakozónál. Ám napközben a sziklás partfokon ülve kesergett, könnyel, sóhajjal, síralommal tépve a lelkét, s könyhullajtva a meddő tengert nézte csak egyre. Most odaállt mellé, és ezt mondta az isteni asszony. Gyász sorsú, ne siránkozz itt, ne enyészen örökké életed, én immár téged szívesen hazaküldlek. Rajta tehát, dönts nagy szálfákat, vedd a szekercét, és készíts véle tutajt. Magasan padlózd fel a széles alkotmányt, hogy a ködbevesző vízen át tova hordjam. És én eledelt vizet és elegendő vérszínű bort is hordok rá, hogy az éhet a szomjat tőled elűzze, és köntöst is adok, szelet is támasztok előre, hogy sértetlenül érjel egészen az otthoni földig, hogyha az istenek óhajtják, kik az égbe lakoznak, s nálam erősebbek tervekben, teljesítésben. Így szólt, s megdermett a sokat tűrt fényes Odüsszeusz, s őt megszólítva ilyen szárnyas szavakat szólt.
más a te szándokod, istennő, nem az én hazatértem, hogyha tutajjal akarsz elereszteni tengeri útra. Szörnyű, keserves mélyvizen át, mit a fürge arányos gályos eszel hamarát szögdelve az isteni szélben. Óhajod ellen ugyanbizony én a tutajra se lépek, istennő, ha te nem tész nékem szörnyű nagy esküt, hogy nem tervezel ellenem újabb rettenetes bajt. Szólt, mire elmosolyodva Kalipszó, isteni asszony megsimogatta szelíd kézzel, szót szólva kimondta. Lám beravasz vagy, nem butaság a te nagy tudományod. Hogy gondolod el ezt, amivel szavaimra feleltél? Tudja tehát meg a föld szavam, s odafönt a nagy ég is, s vélük a Styx mélységbe futó vize is, mely a boldog égi lakók legfőbb s legszörnyűbb esküvevője, hogy nem tervezek ellened újabb rettenetes bajt. Ám azt tervezem és mondom, mit, hogyha magamnak volna ilyen nagy gondom, tudnék adni tanácsul, mert méltányos az én elmém is, nem csak a másé, s nincs vasból kebelemben a szívem, tud könyörülni. Szólt, és ment is előre azonnal az isteni asszony nagysebesen. S Odüsszeusz ment véle, követte az istent. Ment üreges barlangba az istennő meg a férfi, s ez le is ült amaszékre, amelyről épp az előbb kelt Hermész föl, s odahordta a nimfa a dús eleséget, étket, italt, amilyent a halandó emberek esznek. Ő maga szemközt ül az isteni hős Odüsszeusszal, ambrósziát és nektárt hoztak elébe a lányok. Ők kirakott kész étkek után kezüket kivetették, s miután gyönyörükre beteltek evéssel, ivással, köztük a szót így kezdte Kalipszó, isteni úrnő. Isteni sarj, Laertiádész, leleményes Odüsszeusz, ennyire vágyol már szeretett földjére hazádnak, menni azonnal most. Légy boldog mindazonáltal. Hogyha azonban a szíved tudná, mennyi siralmat kell még eltűrnöd, mielőtt végképp hazaérnél, akkor nem mennél, őriznéd véleme házat, és örök életűvé lennél, bármennyire vágyol látni az asszonyod, őt, akiért sírsz minden időben. Nála azonban nem csúnyábbnak lenni dicsekszem. Termetem és alakom van olyan, de nem is vetekedhet földi halandó nő ilyenekben az istennőkkel. Válaszul erre eképpen szólt leleményes Odüsszeusz. Úrnőm, istennő, ne neheztelj! Jól tudom én is biztosan azt, hogy nálad a jó eszű Pénelopeia gyarlóbb szépség és kisebb, hogyha tekintjük. Földi halandó ő, te örök vagy, s meg nem öregszel, ám még így is vágyva kívánom minden időben otthonomat, s hazatértem napját látni, elérni. Hogyha egy isten tör szét újra a borszínű áron, elviselem is kíntűrő kebelemben a lelkem, mert már jó sokat eltűrtem, s küszködtem elégszer tengeren és harcban. Hát jöjjön ez is tetejébe. Így szólt. És lebukott a nap, és eljött a sötétség. Mentek ketten a mélyüregű barlang zugolyába, s odabent egymás mellett szerelemnek örültek. Majd, hogy a rózsásújjú hajnal kélt ki a ködből, hát köpenyét, ingét fölvette azonnal Odüsszeusz, tiszta fehér széles leprét fölvette a nimfa, könnyűt és kecseset, csípője köré övet öltött, szép aranyos mívűt, s fátylat borított a fejére. És így rendezte a hősszívű Odüsszeusz hazatértét, nagy fejszét nyújtott neki át markába beillőt, kétélűt, ércből készültet, melybe a pompás, ékes olajfából faragott nyél jól beleillett. S véle csiszolt bárdot, s már ment is előre az úton széle felé a szigetnek, ahol nagy fák magasodtak, nyárfa meg éger, s égig nyúló büszke fenyőfa, régi kiszáradt fák, melyek mind könnyeden úsznak. És miután odavitte, ahol magasodtak-e nagy fák,
indult vissza a házba Kalipszó, isteni asszony. Ő meg vágta a fát. Sebesen végezte a munkát. 20 törzset vágott ki, s a fejszével lefaragta ágaikat, legyarult a tudón, csaptatta zsinórral. S húrókat hordott ki Kalipszó, isteni asszony, s ő egymáshoz is illesztette kifúrva a fákat, s összeerősítette eresztékkel, cövekekkel. Mint amilyen szélesre keríti az ács a teherrel járó bárka erős derekát, mert érti a dolgát, jó tutaját ugyanígy szélesre faragta Odysseus. Bordákat tett rá, támasztván sűrű cölöppel, végre keresztbe gerendákkal befejezte a munkát. Árbocot állított bele, és a vitorlarudat, mely jól odaillett, és hogy irányíthassa a kormányt. Fűszvonadékkal az oldalait körül is kerítette oltalmul habok ellen. Slombot szórt a tutajra. Vásznakat is hordott ki Kalipszó, isteni asszony néki vitorlákhoz, és ezeket jól szabta ki szintén. És a vitorla vonó meg a talp kötelet kifeszítve, hengereken tutaját taszította az isteni vízre. S hogy negyedik nap jött, már készen is állt az egész mű, s őt Ötödön szigetéről már tova küldte Kalipszó. Megfürdette, s adott azután rá illatos öltönyt. 2 tömlőt helyezett a tutajba az isteni úrnő, egy nagyot édes vízzel, a párját éjszínű borral, s egy zsákot tele volt a szívvidító falatokkal. Langyos jószelet is küldött útjára szelídet, vásznait így vígan feszítette ki fényes Odysseus, kormány mellé ült, s vezetett, jól értve a módját. És míg ott ült, sose hult le a szemhéjára az álom. Pleiászok fényét, későn lenyugodni Boétészt, s látta a medvét is, más néven hív a szekér ez, mint forog egy helyben, míg Oriont lesi egyre, s egymaga nem fürdik meg csak soha Ókeánoszban. Mert úgy mondta Kalipszó néki az isteni úrnő, hagyja a bal keze mellett azt, így járja a tengert. 10 és 7 napon át siklott tutajával az áron, ám azután föltűntek a faják nép szigetének árnyas csúcsai, hogy közelükbe került a tutajjal, mint fügelombja merült fele föld a ködülte vizen fönt. Ekkor az Aitiópoktól jött, s meglátta Poseidon őt, Szolymos bérceg tetejéről. Látta hajózni Habhegyiben, s a szívében jobban megharagudva megcsóválta fejét, s lelkéhez azonnal ekép szólt. Jaj, be nagyon másként döntöttek az égben Odysseus sorsa felül, míg én oda voltam az Aitiópoknál. Íme a faják föld közelébe került, hol a sors már őt a bajok szorító hurkából megszabadítja, ám de kimondom, hogy még addig is éri elég baj. Szólt, és fellegeket gyűjtött, feldúlta a tengert kézbe vevén szigonyát, minden viharát kizavarta mindenféle szeleknek, a felhőkkel betakarta egybe a földeket és a vizeket, s éjszállt le az égből. Összecsapott a Notos és Eurosz, s Zephyrosz zuhatagja, és légszülte magas habokat hajtó Boreász is. Ekkor Odysseus térde, s a kedves szíve elernyed, s felsóhajtva eképpen szólt nagylelkű szívéhez. Jaj, nekem én nyomorult, mi baj ér még végül is engem? Félek, mind igaz az, mit az istennő szava jósolt. Mondta, hogy én a vizen, mielőtt honiföldem elérném, még betetőzöm a kínjaimat, és ez teljesedik mind. Mekkora felhőkkel koszorúzza hatalmas egét Zeus, már földulta a tengert is rohanó viharával mindenféle szeleknek. Kész meredek veszedelmem. 3-szor boldog, s 4-szer minden Danaosz, ki tágterű Trója alatt hullott el az Atreidákért. Estem volna el én, töltöttem volna be sorsom aznap, amint legtöbb hegyes érckelevészt hajítottak Trója vitézei rám. Körülötte a holt Achilleusnak. Elföldeltek volna, nevem zengnék az akhályok,
s most nyomorult és csúnya halál zsákmánya leszek csak. Így szólt épp, mikor egy nagy hullám érte fölülről, szörnyű sebes, s a tutajt tovapenterítette az árban. Messze zuhant a tutajról, mostova lökve a kormányt, mit kézben tartott, s kavarogván szörnyű szelekkel kétfele törte az árbocot épp közepén a vihar, míg messze esett be a vízbe a rúd meg a könnyű vitorla. Ő maga hosszan a habnak alája került, s a hatalmas vízzuhatakból azonnal elővergődni nem is volt képes, ránehezült, mint a nimfa adott, azaz öltöny. Nagy nehezen bukkant csak föl, köpködte a tenger sok keserű habját, mely csörgedezett a fejéről. Ám a tutajt még így, még kínjai köstse felette, habhegyiben nekilendülvén elkapta a szélét, és közepére leült, a halált s véget kikerülve. Azt pedig űzte a szörnyű nagy áradat erre meg arra. Mintha az északi szél ősszel hord sűrű bogáncsot, végig a pusztán s összetapadva kerének a kórók, így hányták a tutajt a futószelek erre meg arra, s hol Boreásznak dobta Notosz, hogy kényre hordja, hol Zephyrosznak az Európosz, hogy kergesse előre. Kadmosz lánya, a széplábú Ínó oda nézett, Leukotéjé, ki halandó nő volt, emberi hangú rég, de a sós habokon most isteni tisztelet éri. Ez könyörült meg a kínban hányódó Odüsszeuszon. Mint a madár bukkant föl azonnal a tengeri habból, és sok eresztékes tutajára fölülve ekép szólt. Gyászsorsú te, a földrázó íz szörnyű haraggal miért űz? Ellened íj sok bajt miért ültetel egyre? Csak hogy mégsem emésztel téged, akárhogy akarja, tedd csak, amit mondok, mert látom, hogy buta nem vagy. Vesd le ruháidat itt, tutajod meg bízd a szelekre, hordják el. S igyekezz hazatérni, csak úsz a kezeddel faják földre, ahol sorsod, hogy megmeneküljél. Vedd csak az isteni fájtlat, a melled alá kifeszítve kössed föl, s nem kell félned kíntól se haláltól. És miután kezeiddel a száraz földet eléred, vesd le magadról újra, s a borszínű vízbe hajítsd be messzire, s közben fordítsad másfele arcod. Ezt mondotta az istennő, s odaadta a fátylat, ő maga visszamerült a magas hullámú vizekbe, mint a madár, és már elborította az éjszínű hullám. Töprengett ezután a sokat tűrt fényes Odüsszeusz, s felsóhajtva eképpen szólt nagylelkű szívéhez. Jaj nekem! Ellenem itt valamely isten nehogy új cselt szőjön még. Ez biztat most a tutajt odahagynom. Nem teszem ezt mégsem, mert távol látta szemem még innen a földet, ahol, mint mondta, nem ér el a vész már. Így teszek inkább, mert ezt látom a leghelyesebbnek, míg az eresztékekben a szálfák tartanak együtt, addig helyt maradok, s ami kín gyötör, elviselem még, ám ha talán tutajom darabokra szakítja a hullám, úszni fogok, hiszen úgyse tudok kieszelni különbet. Míg ezt hányta vetette a lelkében s a szívében, addig a földrázó nagy hullámot magasított, szörnyű, nehéz, dagadó ívűt, és rázódította, mint amidőn az erős szél száraz polyvarakást fú, szerte, s a szélben a szálak szállanak erre meg arra, úgy szétszórta a nagy szálfákat. Csak hogy Odüsszeusz egy szálfára hamar fölhágott, meglovagolta, s mit az isteni nimfa adott, levetette ruháját. Nyomban a melle alá kifeszítve kötözte a fátylat, s fejjel előre a vízbe bukott, kezeit kifeszítve, hogy sebesen tovaússzom. A földrázó odanézett, megcsóválta fejét, s lelkéhez azonnal ekép szólt. Hát így sok nyavaját szenvedve bolyongja habok közt, míg nem jutsz el a Zeustól táplált emberi néphez, s azt hiszem én, még így se fogod bajodat keveselni.
Szólt és megcsapkodta sörénye szép paripáit, és Ajgájba került, hol híres csarnoka várta. Ekkor azonban más gondolt Zeus lánya Athéné. Minden többi fuvolatnak lekötözte az útját, s rájuk szólt, hogy szűnjenek és lepihenjenek újra. S küldte a gyors Boreászt, megtörte előtte a hullámhabjait úgy, hogy a jóevezős fajákokig érjen isteni sarj Odysseus, a halált és a veszélyt kikerülve. Két éjjel s napon át hányódott ekkor a duzzadt hab tetején, szíve sokszor várta a végveszedelmet. Ám hogy a harmadikat meghozta a széphajú hajnal, akkor elült már végre a szél, szélcsendben a hullám elsimult. S Odysseus meglátta közelben a földet, vizsgán nézve, midőn egy nagy hullám fölemelte. Mint ahogyan gyerekek megörülnek látva, hogy éled apjuk, akit korság leterít, nagy kínok emésztik, rég sorvad, valamely haragos daimon tühe gyötri, s most örömükre az istenek őt kisegítik a bajból, úgy megörült Odysseus meglátva a földet, az erdőt, s úszott nagysebesen, hogy fölhághasson a partra. És mikor annyira volt, ahová még ér a kiáltás, meghallotta, amint szírt szélén bömböl a tenger, szárazföld fele zúgva rohant a hatalmas hullám, szörnyen ömölve, szakadva, s a hab mindent beborított, mert nem akadt sem öböl, se hajónak jó menedékhely, csak kinyúló meredélyek, szírtek, tengeri sziklák. Ekkor Odysseus térde, s a kedves szíve elernyett, s fölsóhajtva eképpen szólt nagylelkű szívéhez. Jaj nekem, íme reményem sem volt, s hagyta a földet, látom, Zeus, átszeltem a roppant mélyvizet is már, most pedig itt nincs út kikerülnem a szürke habokból, mert odakint éles sziklák, körülöttük a hullám zajlik zúgva, kopár nagy szírt fog fut föl az égre. Spartig mély az a víz, nincs hely megvetnem amott sem mindkét lábamat, s a veszélyből elmenekülnöm. Csak valahogy még éles szírtre ne csapjon a hullám, hogyha kilépek. Minden igyekvés kárba megy akkor. S rézsút, hogyha úszom part mentén, lesve, keresve, vízbe futó, lejtős partrészt vagy tengeri öblöt, félek rám csap a szélvész még, és messze visz újra át a halas hab háta fölött, míg nyögve kesergek. Stán még rám is uszít valamely vízi szörnyet az Isten, mint amin őt eleget táplál neves Amfitrité, mert tudom én, a neves földrázó mennyire gyűlöl. Míg ezt hányta vetette a lelkében s a szívében, addig a nagy hullám kövecses partfokra sodorta. És ekkor a bőre lejön, szétzúzza a szirten a csontját, hogyha nem áld jó gondolatot neki Pallas Athéné, lódul s két kézzel sevesen megfogta a sziklát, nyögve tapadt meg azon, míg átment rajta a hullám. Így menekült meg tőle. De jött az visszafelé is, megcsapta, s bevetette megint jó messze a vízbe. Mint amidőn polipot húznak kifelé odujából, s szívókáikra sűrű kavicsdarabok tapadoznak. Néki a bőre eképpen jött le merész tenyeréről, szírtre tapadva, s a roppant hullám elborította. S most a szegény Odysseus elpusztul a végzete ellen, hogyha nem ad neki jó értelmet Pallas Athéné. Fölbukkanva megint, hogy a hullám part felé zúdult, úszni ered kifelé rézsút, hogy hátha talál még vízbefutó lejtős partrészt vagy tengeri öblöt. Majd amidőn úszván egy szép vízű, tiszta folyamnak torkolatához elért, ezt látta a legkitűnőbbnek. Mert széltől védett volt, és nem volt szikla sem arra. Áramlást érzett, s e fohászt mondott a szívében, bárki vagyis hallgass meg, uram, könyörögve köszöntlek, mély vízből űzött hozzád fenyegetve Poseidon, mert tisztelt, s a nagyistenek is becsülik, ki bolyongva oltalomért fordul hozzájuk, mint ahogy én most térdethez, s a vizethez elértem küzdve sokáig, hát könyörülj, uram, esdekelődnek lenni dicsekszem. Szólt, s rohanó folyamát meg is állította az Isten, s hullámát. Kisimítva előtte az árt, befogadta torkolatába. Kiért,
s már csuklott össze a térdes izmos két keze, mert a szívét leigázta a tenger. Puffat volt az egész testes, bugyogott ki a sós víz orrán és száján. Elakadt lélegzett a hangja, s alig élve hevert, szörnyen kimerülten a habokban. S hogy föllélegzett, s megtért kebelébe a lélek, akkor az istennő fátylát levetette magáról, s a folyam sós habba kevert sodrába bedobta. Azt meg visszafelé ringatta az áradat. Így ért Ínó drága kezébe hamar. S ő ment el a víztől, megcsókolta a gazdag termőföldet a sás közt, s fölsóhajtva eképpen szólt nagylelkű szívéhez. Jaj, nekem én nyomorult, mi baj ér még végül is engem, hogyha a víz mellett maradok zord éjjelen által, még a gonosz dér tesz majd tönkres a hajnali harmat, mert hiszen úgyis alig lihegek, s kimerült a szívem már, mert hajnal felé hűvös szellő jár a folyóról. És ha a domboldalra megyek, s ott árnyteli erdő bokrainak sűrűjében elalszom, már ha a fagy meg a fáradtságom hagy, s rám szállat a mézizű álom, félek, még a vadak zsákmánya falatja leszek majd. Töprengett, s azután ezt látta a leghelyesebbnek, ment, s erdőt keresett, föllelte a víz közelében messzire látszott, s ott két fának az ága elé ért, egy helyről jöttek. Szelédez, vadolajfa a másik. Át nem járta a fúvó szél nedves dühe őket. Nem nyilazott sugarával a fénylő nap se közéjük. Rajtuk a záporeső sem járt át, annyira sűrűn, egybefonódva terültek szét. Odysseus odabújt hát lombjuk alá. Majd összekotort két drága kezével egy széles heverőt, az avarhalom éppen elég volt, hogy két embert is, vagy akár hármat betakarjon. Téli vihar, ha szakad, ha akármi szörnyen is örjönk. Látván ezt megörült a sokat tűrt fényes Odysseus, és közepébe feküdt, hullott lombbal takarózva. Mint amidőn parazsát a sötét hamuval betakarja, messze határszélen szomszédtól távol az ember, s őrzi a tűzmagvát, másutt, hogy kérni ne kelljen, úgy takarózott lombbal Odysseus. Néki Athéné álmot szórt a szemére, hogy az szüntesse azonnal nagy kimerültségét, jó szemhéját betakarva.